Hello, 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 szervusztok kedves nézők, szervusztok, hey, sziasztok, mi újság van? Eljött a hétfő, hát kezdjünk is bele a hétfői napba. Hát igen, van egy jó pár dolog a mai nap is. Vár ránk a nyomozás, folytatjuk tovább a nyomozati dolgokat. Illetve el kell kezdeni a feltárást is, ugyebár amit elkezdtem. Kár érte. Kiváló ügynök volt. Hello, hello, szia, szia. Ez igen. Hívogattak engemet. Csak én nem, ugyebár nem voltam elérhető, szerintem. Előző nap. Búbos bank a doktornős hívott. Hello, hello, szia, szia. Szerintem az izé miatt hívhatott. Jegyzőkönyv miatt. Na, hova sietek ennyire? Nem sietünk mi sehova se. Fogadom, én már sem állítottam be. Nem hát, hogy ez a lustelgemet? Próbáljunk egy ért ide belőni, hogy ja. Tiszteletem, Barga János, szolgálatra kész. Vagy van? Tiszteletünk. Szia János! János, maga merre? Tiszteletem. Itt vagyok a lakó ingatlanomnál. Mindjárt fölveszem a járművemet, azt elindulok az irodába. Rendben. Nézd meg a Twitter, vannak kint érdekes dolgok. Annak egy kicsit utána nézünk majd. Most egyszer mindent megnyitottam, ez így jó. Pózó fegyverre. Ez a fegyverre való pózolás gondolja. Igen. Jó, elindultál, nem sokára ott vagyok. Thank you.
láttam semmit. De semmit. Mindent bezárnak. Hiszem az Alcatraz. Zavarok. Tam tam taram tam tam. Nem? Nem, nem az kell nekem. Ez. Tegnap ugyebár csináltam egy kis felderítést gyilkosság helyszínén, ahol volt, és találtam két helyet. Ezeket érdemes lenne megfigyelni, hisz hogy oda mennek valakik, azok csak mennek oda valakik. Az egy érdekes téma lenne. Gondolom tegnap azért nem mentek mókuskák, mert tegnap pénzszállítás volt, de én erre nem tudok semmit. Ugye? De tudom, hogy tegnap pénzszállítás volt, az tegnap lefoglalta egyébként az emberkéket. Ma viszont érdemes lenne megfigyelni ezeket a drogkészítő helyeket, hisz, ugye, ki tudja, hogy ki jöhet oda, vagy ki nem. János, csak te vagy, vagy vannak mások is? Csak én vagyok. Jön bejönni az őrtába, Léci. Colombiano, señore. Szép jön napot. Szia, János. Mindjárt még itt a kollégával befejezik a dolgokat. Nem is akartam zavarni, gondoltam, addig átolvasom a tegnap jelentésemet. Hát csak nyugodtan, akkor majd kiabálok. Jó, rendben. Azért mondom, addig átolvasom, hát most átolvasom, hát átbeszéljük. Na, ugyebár a tegnapi nap folyamán ugyebár felderítettem egy drogmezőt, és egy ilyen marihuana ültetvényt. Hát ha úgy nézzük kettőt, de az a sárgáké. És azt láttam azt az infót. Ugyebár, illetve, tehát van kettő ültetvényünk, amiről tudunk, illetve van kettő feldolgozó üzemünk, amiről tudunk, hogy van. És ezeket érdemes lenne megfigyelni. Más nem, azt kéne megfigyelni, ami ugyebár ott van a gyilkosság helyszínén. Azt valahogy meg kéne közelíteni, vagy valami hasonló. Azt kéne megfigyelni valahogy. Meg illetve ezt a feltárást, ezt az ásatást kéne ugyebár valahogy elkezdeni. Tehát ugyebár az anyagokat is kéne intézni. Anyagokat kell intézni, jut eszembe. Jut eszembe. Nem is hívtam, hogy hívtam.
Nem tudom, miért hívott, pedig tegnap én nem is hívtam még Ajzét. A doktornőt. Nem mindegy. Megtalálnak majd. János! Jövök, jövök! Itt is vagyok, főnök úr, meg is jelentem. Nagyon jó, nagyon jó. Szeretnék dolgot lefektetni, amiről eddig még nem beszéltünk, bár teljesen evidens igazából, de most, hogy itt az új kolléga, előtte is kell erről beszélni. Természetesen. Szóval, a korrupciós törvények teljesen jogosak ránk. De ez magában foglalja azt, hogy a fegyverek, sokkolók, amit a rendőrségtől kapunk, nyilván nem lehet eladni. Remélem ez tiszta sor. Vagy kölcsönadni, vagy megmutatni, vagy játszani vele. Ez magától érthető, hogy én gondolom. Nem értem. Nem is azért mondom, mert nem nézem ki belületek, csak hogy tisztásuk a dolgokat. Na és akkor itt jönnek az információk. Bármilyen információ kiadása az irodán kívül teljes mértékben korrupciónak számít és elutasítandó. Kivétel ez alól természetesen a nyomozó hatóságok, akikkel együtt dolgozunk. Ez is teljesen egyértelmű. Természetesen. Így van. Persze. Ezeknek a szabályoknak az áthágása határon túli számüzetéssel jár. Értettük, főnök úr. Lentben, akkor ezzel is megvagyunk. Akkor munkára! Legyen úgy, főnök úr, nem tudom, olvastál a jelentésemet. Tegnap igen. Napon egy gyilkosságtól nem messze találtam egy ilyen marihuana ültetvényes. Illetve egy másik ilyen feldolgozó üzemet találtam. Figyelj. Ezt vagy úgy, ahogy van át a gyugatosságoknak. Ezzel nekünk semmi dolgunk. Jó, beszéljünk róla. Jó, majd azt is, amit találtunk ugye a Barger Eszteréknek az otthonától nem messze. Hogy egy háznyira, tudod? Ja, persze. Arról lesz úgyse. Jó, rendben. Rendben. Azon gondolkoztam, hogy megfigyeljem ezt a házat esetleg. Ne, ez semmiképp. Ez nem a mi hatáskörünk. Beléphetek? Jó, rendben. Persze. Jó napot, Bálint egy szóra kérném. Persze. Jó, ez elég veszélyes lenne ez, hát János. Az biztos egyébként. Én is csak így szimatolgattam itt a környéken, hát a találkozó. Gondolj bele, milyen alakok járhatnak oda. Hát biztos, hogy nem tetszene nekik, hogy így megjelennék. Hát igen, az biztos. Olyan lennék, mint a Szita utána. Hát, vagy mint az a nő, akit találtunk a búzámezőn. Hát az vagy valamelyik. Igen, ez mondjuk kellemetlen. Tényleg kaptunk orvosi jelentést? Igen, elvileg a vezénél van a villámnál, a Ferinél. Elvileg oda is adta Bálintnak, aztán kiderült, hogy a nőnek a nevét nem írták oda, csak a feljegyzésre. Tehát a név oda van írva, hogy ismeretlen. Nem tudom, hogy tegnap kicserélték-e normálisra. Értem, hát igazából a név nem számít, csak legyen meg a jelentés lója. Hát azért legyen rajta a név, mert hogy ismeretlen, akkor az, amit, hogyha azt mondál, hogy maga halott, azt itt a papírról, hogy halott. Tehát egyébként... Igen. Ezért mondom, hogy nem tudom, hogy Feriék, vagy Feriék, tegnap nem Feriék, hanem tehát, hogy a kardosnak sikerült megcsinálnia. Ezt majd megkérdezzük tőle. Rendben van, János, rendben van. Viszont akkor van egy másik ügyem, azt elkezdem akkor intézni, ha nem gond probléma. Csak jogodtan, ez a dolgunk, János. Jó, rendben, köszönöm szépen. Segítség kell, akkor szóljál. Persze, mindenféleképpen.
Köszönöm szépen, addig is viszlát főnök. Rádión föl vagyok. Érd is. Megvan adva. Még minden meg lesz adva. A koordinátával együtt. Igen. Fölvázolom a szituációt, város úr, hogy én tegnapi nap folyamán még a fölvételim előtt piaci alkalmazáson, ugye, munkás embert kerestek, amire jelentkeztem. Na most az emberünk egy sárga ruhás, itt nem messze tőlünk, a migráns gettóból, és bevitt a házukba, hogy adjuk el a kocsit, és menjek el neki dolgozni valamelyre. Tessék, itt Alejandro! Tiszteletem, szervusz Alejandro! Mi a helyzet? Hát, semmi különös, el kéne kezdenem a feltárást a focipályánál, de viszont kellene a segítség, nem tudom, hogy mennyire ér rá. Mert milyen segítség kellene, mire? Hát le kéne zárni a focipályát. Le kéne zárni, illetve sikerült a tegnap ott megnézze azt a területet, amit mutatom. Ez még jó, vagy küldjön, hogy ott van, küldjön, mindjárt oda megyünk, azt akkor lezárjuk, jó? Jó, rendben. Vagy mikor ér oda? Hát most indulok el, azt nem sokára ott leszek. Annyi, hogy nem tudom ígérni, hogy ott a jelenlétemben ott tudok végig lenni. Vagy ott legyek végig? Nem kell, nem szeret, csak elég. Azért kérdezem, mert akkor át kell mennem izébe nyomni. Menjen majd ne! Hát nem magának mondtam. Szerintem már kezdtem elindulni. Nem. Jó, akkor majd csörögjön meg, és akkor megyek, jó? Jó, rendben, a taxi társaság alatt csak vásárolok. Jó, már küldjön azért egy izét. Jó, mindegy, már megtanálom. Tudom, nagyjából. Jó, rendben. Jó, rendben. Viszal! Oké, viszal! Elég pénzem, ne? Jaj, tényleg, tegnap bevásároltam kajával. Jaj, csúdrok a forsó. Nem tudok megtankolni egy kocsit sem. Csúdrok a forsó. Na, hogy telt a hétfőtök, srácok? Tehát, egyébként tudtátok, hogy rövid hét lesz? Mert pénteken már Happy Nation van. Sky Demons, tudtad? Happy Nation lesz aztán. Mert azért danonászás pénteken, pénteken már csütörtökön. Való már rövid munkanapos lesz. 15-ön.
hallgassunk egy kis zenét. Mit szóltok hozzá? Még el nem felejtem. Happy Nation, ugye? Tessék, Alejandro! Tiszteletem, Andrew Andrész, szervusz! Na, elküldtem a címet, hogy hol van. Jó, megyünk mindjárt, megyünk. Jó, jó, rendben. Rendben, oké. Oké, hello. Rendben. Se találja meg. Az anyám ideges. És hogyha azt írunk be, hogy szer. Szerelő, de mi is szer. Szóval. Nézd meg, nem akar működni. Na jó, és jó. Ja, gyerekek. Ez mi volt ez a hang? Ja, lehet, hogy jönnek csak amarról, hogy jönnek föl. Megy a matek, hogy hol lehet itt följönni. Fogadni mernék, hogy ott akarnak följönni. Ja, ott jönnek. Körbejárták a helyet.
Erőd, egészséget, tisztelet. Tiszteletem, jó napot. Ó, bánat, ez csak egy ilyen tercs. Tisztelet, nagy domi, szép napot. Tiszteletem, jó napot. Nem, azt hittem a faragó napot. Miben kell segítenünk? Le kéne ezt visszaadom közben önnek. Igen, na mondjad. Csak felmutattam, igen? Hát én meg Varga János vagyok. De ez professzor, illetve magán nyomozó városi nyomozóirodától. Le kéne zárni valamilyen szinten ezt a focipályát, ugyanis van bírói végzésem. Felmutattál nekem? Természetesen van bírói végzésem ezzel kapcsolatban. Bejárosokat elég lesz lezárni? Hát egy-két helyen, hogyha lezárják, az teljesen tökéletes lesz. Jó. Magát keresik. Itt. Na itt vagyok, mi a helyzet? Mit úgy gondolta János? Egy pillanat, csak felmutatom. Hájerest. Bébi, bírói szépen végzést. Itten csináltam itt a feltárást. Hájeres kollégát keresnek. Itt vagyok, megjöttem, mi a helyzet? Tisztelt Kevin! Ti vagytok a pályagondozók, ha? Nem lesz zárva a terület, jó? Bírói végzés alapján. Óvatosan közlekedjen itt, mert... Régészeti feltárások lesznek, kérem szépen. Igen, régészeti feltárások lesznek itt, ó, vigyázzon. Ne szoptassatok már meg itt, tényleg, érted? Nehogy már itt... Mi a foci pályán? Jó, jó, hát régészeti feltárások lesznek, bírói végzés róla. Jó? Így van. Úgyhogy nem itt mi fogjuk végezni ezt. Indián tábor volt. Aha, ezt bele lehet szábítani. Nem fog hangaz. A távol a város zaját, érted? De nem lesz zaj! Nem lesz zaj! Köcsög Indiana Jones, hát mindent te műved, ott szétbasszom a fejedet, ha? Kevin, fejtsd rám be! Faszomat csinálsz itt! Itt kell neked dolgozni, bazd meg, ha? Kevin! A kurva életben, nem itt kell keresni a faszom csinálat! Kevin! Kevin, álljon már a jóisten meg, bassza, most már, kurva eget! Még a kollégát is megüti. Kevin! Nem! Jó napot! Mondom, nem érjen, nem vagyunk elérhetők! Te mit történt? Hogy az anyámat meg nem? Passzom. Jó van. Rohadjatok meg. Kevin. Majd te megöltetek köcsögöt. Mit csinál itt? Mentőt. Tehát... Te mit csinál? Ez mit miattad van? Ezért még beszélünk, passz meg, érted? Kevin, jöjjön, beszéljünk egy picit. Nem beszélünk, de állj. Nem, azért költöztem egy csomó pénzembe, kerül ide, költöztek ki, mert itt sem van. Kevin, nyugodtan jöjjön már. Kevin. Hagyd mondjam már, ne. Bírói végzés van arról, hogy ezen a területen ásatások fognak zajlani. A lapáttal, tehát nem lesz semmiféle munkagép, amikor nem fogják megzavarni a helyet. Igen, ásó, meg ecsetelni fognak, meg ilyenek, nem flexelni, meg is semmi. Milyen dinoszaurusok után kutattok, vagy mi van? Nem. Semmiféle olyan hang nem lesz, ami önnek a bármiféle... Tehát lehet, hogy esetleg délután aludni egyet, vagy bár... Tehát semmiféle olyan probléma nem lesz. Hát esze itt a papírról. Bántaná, vagy pedig bármiféle dolgot történne itt. Szóval tessék megnyugodni, és amint az ásatások befejeződtek, a pálya újra használható lesz, visszatemetve a gyövök, újra pedig műkívesítve lesz. Aha, oké, értem. Szóval lesz a stadion is, ugye? Nem. Az már nem rajtunk múlik. Azt mondta a polgármester, hogy amúgyis fel akarta újítani ezt a foci pályát. Igen, lehet, hogy kosárlabda pálya lesz, vagy lehet, hogy ilyen játszó. Na, az jó, az jó, oké. Okay. Kosárlabda az jöhet, oké. Okay. Köcsök futbolisták nem kellenek, az mind búzi. Hát, na, szóval tehát a fekák kosaraznak. Mi barna bőrnek tartjuk össze penge. Nyugodtan fog tudni, taludni meg minden. Nem sokáig leszek az, de igen. Mi? Mert átműtöttem magam. Kifehéret? Mi? Igen, csodál. A polgármesternek megválasztanak. De mindegy, ez még távoli dolog. Na szóval, maradjunk itt a közelebbi dologoknál, szóval akkor Kevin megnyugodott? Nem. Na. Figyelj, vagyis, akkor ám... Nyugodjon meg, Kevin attól megnyugszik. Jó, nyugodjon meg. Így van. Szóval, ásatás lesz, kézi ásó. Mi sem. Kész is lukkod? Nem. Szóval,
ásó, ecset, ilyenek, szóval hanggal nem fog járni ez a dolog, csak annyi, hogy itt a gyerekek nem tudnak addig lejönni focizni. Azt leszarom, engem ne zavarjanak, egy fáradt ember vagyok. Nem fogják, illetve nem csak a gyerekek, hanem felnőttek se, különböző szexuális dolgok sem lehet. Az nagyon fontos, hogy nagyit lássák, miket csinálnak. Én reggel kiszoktam állni az elkére, az helikopterezek, érted? A parkamban. Hát mondjuk ezt sem használ itt a gyermekek, dolog, gyermekek sérülnek benne. Ez egyik ez itt egy felnőtt közösség, jó? Brazíliában. Ja, nincsenek gyerekekkel, hát akkor jó. Brazíliában az egyik haverom is csinált ezt a helikopterezést. Aha. Elkezdi jönni. Mondom, mi van? Jönnek a helikopterek. Nézd csak, hogy magának osztok. Elkezdi kicsit sajtszagú, azt ott pörgeti a faszát mellettem. Elkezdi itt is kicsit sajtszagú a helikopterem. De itt jönnek helikopterek. Tisztelet. Kevin úrnak... Szia Kevin. Hello Dante. Kapott egy pár gumibotütést és rokkolást. Én azt mondtam, illetve hogy rúgtuk a bőrt, aztán elestem, de... A János... A János... A János az pár ütést benyelt. A Frigyes az meg, a Frigyessel az a más, a szellemi problémák merülhetnek fel. De mondom, mi a helyzet, figyelj, ledurrantom magam. Ben van a tüske a mellkasom, azt kell kiszed. Aha, mindjárt, hát nagyon tüske. Jó, levesszük a felsődet. Na ott, hogy hogy akarja lezárni. Ezt megjegyeztem. Na ne haragudj, jó, hát most őszinte vagyok. Ez nem őszinteséges, csak itt kell állni. Megy összeszedtem. Lehet, de nem. Na, hogy akarja a lezárás? Melyik, hol a terület, csak itt belül? Hát itt már nagyjából belül egy-két helyre raknak ilyen izét, ilyen lezárást. Aztán nem tökéletes. Csak hát ne jönnek le a gyerekek itt facézni. Jó, rendbe, körbe rakva. De pedig minden hétvégén szoktam apukámmal itt focizni. De ezt nem tetted. Na várjunk csak, ez jó van beállítva. Ez a műszer. Hát kemény vagy. A spektrométert, ezt beállít kell állítani. Ide rakjuk, hogy érzékeli a fény. Érzékeli, jó? Akármint találsz, az a bele az enyémre itt élek a virágban, a külvárosban, érted? Jó, hát rendben. Állj, hogy áll ez a szar. Te azt mondta, hogy csak egy kis részlet kell, nem azt mondta, hogy az egész pálya. Hát egy kis részt kell, be. Ez igen, ez jól le lesz zárva. Egy-két helyre lerakják azt, az úgy jó van úgy. Nézzük csak, nézzünk szét. Hova raktam az ásómat? Várjunk csak itt az ásóm is, he. Na itt van, jó van akkor. Nem vigyék el sehova se. A tűt sem bírom, az a nagyobb para, hogy ott szerítsen, és a pirula, kicsi pirula kell, érted, a semmi vagy, össze fogja fel, de tű, ne tű, ne, tényleg, ne, ne, kéne. Hú, kösz. A formájában adom, viszont ez akkor adok neked egy palaszvizet, jó, ezzel be fogod hívni. Nézzük csak, mi van itt. Ihatom is. Nézzük csak. Ó, faszom, ez csak egy 50 centes. Minél hamarabb hasonló. Megkaphatom? Hát itt van, várjál. Nem 50, ez gec, ez egy eurós. Tehát az még jobb. Tessék. Télülés, kettő adás hányért. Nincs mit. Ezt megkérdezem azért, elgondolom, fejre csak nem ütöttek. Kösz, minden. Minden fasza. De figyelj, az már meglőttek, mert rájön támadtam ennyi. Talán lefeküdtem. Viszont, ha most azt elfordulnál, akkor... Te, Jancsi? Igen? Igen? Na várjál, nem sípol. Igen? Ja, ez a gatyádban sípol, bocs. Gyere ide, figyelj ide. Igen? Mi van a zsebedbe? Jaj. De mi a faszomot kut... Nem feltűnősködj! Miért fogom rád a kést? Segítek kaparni a földet, ezt fogom mondani a zsekka. Amúgy meg leszúrlak kérdés nélkül. Mi a faszomat kereseltét, ha? Komolyan itt élek. Itt, érted? Te itt fogsz hangoskodni nekem minden nap? Semmi. Fogadnál vagy? Semmi hangoskodás nem lesz. Vigyázz, te az a kurva vagy.
több, de hallod, jó, jó. A hangoskodás lesz, jönnek a fekák, a helyi fekák, itt a kertvárosban kemény csávok vannak ám, megbasznak téged, érted? Az ásótól fognak agyadütni, akarod azt? Hát nem, hát semmi ízé nem lesz itt. Egyetlen csöndes feltárások lesznek. Heti 500 euró, hogy ne jöjjenek ide a gyerekek, az basszák szét a munkaadataitokat, érted? Minden este lesz itt játszótéren, meg tudunk egyezni? Hát de most te nem szeretnél focipályát, azt most nem értem. Az mi az Isten a kezébe? Csak akartam segíteni kapargatni neki, de azt mondta, hogy egy spakni sokkal jobb lenne. Hát mondom, jó van. Jó. Igaz? Nagyon rendes Kevin. Van nála hogy itt fölkaparja, de hát van mint a polgár is lehetne, hogyha nem lenne ilyen heves a természete. Na jó, én mondtam, hogy jó fejcsávú vagyok, hát mindig azt mondják, bűnöző vagyok. Nézzék meg, mikor voltam utoljára letartóztatva. Én leszek a polgármester. Na ugye? De örülök, legalább a Frigyest maga mellé veszi, akkor talán érted. Maga mellé veszi. A Frigyesek egy kis csávú, aki ugyanúgy szívügye viselnek a futballpályának a sorsát. Igen, de hogy végre nem a tudáséktól legalább beszakadt. Látok egy kis asszimetriátot a sarokból, az egyik kóta nem igazítanák, vagy biztos urak. Nem, jó, úgy. Tudom, kiabálok, hogy jó, innen jobban néz. Nem, de Dominik úrra nem hirdessük ki, hogy itt le van zárva, itt a terület. Jó. Istenem, milyen jó. Hirdesse ki, hajlá, hajlá. De van egy másik kellemetlen hír. Ezt szoktuk helikoptert leszállónak használni. Tudja, mi gazdag fekkák vagyunk, penge. Úgyhogy... Értem, de ez nem... Jó, de ez nem kijelölt rá. Ugye ez nem engedélyezett, ez nem kijelölt helikopter leszálló helyiség. Okay. Arra van a reptér, illetve erre kijelölt hely. Aha, akkor már mondom is, tehát már nekem van pilóta engedélyem, kérem szépen. Az, repülő bírói... helikopterem, érvényes jogosítványa rendelkezem, és nagyon jól tudom ezeket a szabályokat, de megkereshetem a interneten is, hogy bárhol le lehet szállni, kedves Pegge uram, ahol kurva nagy terület van. Most ez a futballpálya, nézzük meg, mert a terület van. Kivéve itt, most, mivel bírói végzés által ezen a területen ásatások... Láthattam azt a végzést? Előbb megmutatta önnek az úr. Mutassa már meg, hogy itt a helyi lakosok biztonságban érezzék magukat. Mutassa meg neki. Már is mutatom, itt van, tessék. Toké. Jó, ahogy ezt elolvasta, akkor... És hagyjuk dolgozni az urat. Milyen ez itt a... Mi a faszom az a vonyító törzsüsköző? Mr. Kestens? Így van, vonyító üsköves indiát. Ez itt, hogy jelöljön meg itt a területet? Ez mi a taxis társaság? Focipálya? Vagy a... Mi ez a... Parkban lévő focipálya. Várjon? Hát de végén van tőletek, tessék faszikán vissza. Jó az úgy, jó. Milord Parkban. Remélem, hamar megtaláljátok. Remélem is már. A taxitársaság alatti fekvány. Jaj! Ott van egy nagy darás, az kurva életbe! 500 euró. Vegye fel a szemüvegemet. Tényleg jönnek a fekvány. Én rendet tudok tartani, engem ismernek. Én régóta itt vagyok már. Persze. Veszem. Akkor mivel hogy kézzel csak itt van. Itt van, de nem, megragasztam uram. Itt vannak a bolond motoros kuligánok. Ezeket is le kellem állítani, érted? Jönnek, a sülös üveggel széttörik. Valahol lett a padon, aztán beléd váltják, megforgatják mert akarod azt? Azok mind futballvárniások, tudod? Én le tudom őket nyugtatni. Mondom nekik vágod, hogy Kevin vagyok, érted? Nyugi. Állj meg ott. Érted, amit mondok? Ide nem jöhetsz, mert itt dolgoznak. Azt el van intézve. Nekem ennyibe kerül, de neked? Ha? Jó, van legyen. Na? Na, akkor mivel új hét van, hétfő? Megkérdezel ilyeneket tőlem. Ismerkedni akarsz, nem? Nem, csak egy nézem, hogy tök cét van a nyakadban. Hát gondolom nem az éve, hogy a buszon küzdöttél meg az ülőhelyért. Nem akarok mesélni a múltamról, jó? Az 500 euróról akarok beszélni, mert hétfő van, új hét. Jó, hát kicsoda. Akkor... Holnap viszik a szemetet, szóval a kukánkat ne nagyon pakoljátok meg, jó? Hogy ne kelljen azt is... Na jó, va. Kocsival kiáll, Kevin, kérem szépen. Jó, persze, vigyázz. Csak a izé bóján kívülre. Jó, annyi kérek, aztán mi megyünk is. Elvisztek, János, gyere. Elvisztek, úgy kell menni. Na jó, van. Ön is jöjjön, kérem szépen. Köszönöm szépen egyébként a segítséget. Igazán nincs mit, máskor is. Nagy Dominik vagyok egyébként, csak úgy Arve jelzem. Arve János, történész professzor, tiszteletem. Ja, meg a penge. A penge, hát elismerem. Meg még gyorsan ír nekünk, írjönnek egy kiírást. Igen. Igen. Nagy pöcse volt neki? Nem kérdeztem meg tőle.
Ja, na jó van akkor. Penge, intéz még gyors egy kiírást, hogy jó, mindenki lássa rendben. És hallja, aztán mi megyünk is. Jó, rendben, köszönöm. További szépen. Szép napot. Önöknek is, viszlát. Köszönjük, viszlát. Mehetünk? Persze. Oké, indulunk bár. Na, akkor. Nem már. Ta, bocsi! Merre kéne kimenni? Egy jól lehet fejtet itt. Itt felrubadsz neki. Aztán lejöre. Köszönj óvatosan. Úgy, mit nem tudni erről a hűztökös törzsről, mi? Hát volt nekik egy sámányuk. Úgy hívták, hogy húzog a sámán. Elvincen kívül. Hát beszarok. Na jó, én tankolok egyet, akkor azt talán rendezik az agyakért. Jó, rendben. Nincs közben. Szia, Pak! Figyelj, Pak, hallod? Ne szólj a srácoknak, hogy lázad jön, a gyugi van az alapokban. Ez jó. Heti 500 legyen. Mégis belefér. Hát most nem. Hát most de. De mekkora? Indiana Jones. Tessék, kerek legyen a szálló. Nagyon érdeklődnek ám. Nagyon érdeklődnek ám már, hogy tessék. Nagyon jó. Jó lesz, jó. Na, hogy ne? De hét itt béke van, az biztos. Ez biztos ám. Jó rá. Mert ennek a huligánok amúgy. Figyeld meg, hogyan rendezkedek. Mert van tépve, tartom a szavamat. Jó, rám. Na, most mondták érdeklődnek itt. Odanéz, ott nézd, odanéz. Mi az a rendőr? Itt be tudsz menni itt is. De tudtom, hogy is itt tényleg az a lényeg egyébként, hogy itt a 17. században, hát voltak itt indiánok. Két feljegyzést olvastam a levéltárban. Egy török feljegyzést. Illetve... Ez igen. Ja, ez is, ja, lezárás. Bocsánat. Hát semmi. Illetve... Megszoktam, már bukkó vagyok. Igen, hallgatok el közben. Illetve egy 17. századbeli érseknek a feljegyzését olvastam, hogy itt indiánok voltak, vonyító üstökösök, és volt nekik egy sámányuk, a húzogas sámán. Ne fossál már, az előbb hallottam. Nem. Húzogas sámán. Igen. És neki volt egy aranypipája, amit a kínai császártól kapott. És állítólag, akik elszívták azt a pipát, örök békességre lehettek. Nem meghaltak, csak hát... Tehát háború volt köztük, akkor békére lehettek. Aha. Nekem abból kell. Ahogy is egy kurva feszült ember vagyok. Szeretnék békés lenni. Na hát akkor ezt majd megnézzük, hogy... De hogy veszek rá? Veszek rá valakit, hogy elszívj vele azt a békepipát, amikor haragszik rám például. Hát ez egy ilyen jött, jó kérdés. Na, én megmondtam, hogy ez egy ilyen környék. Na, akkor mutatom, hogyha intézni ezt, jó? Tehát engem ismernek itt, uraim, tehát nem kell a rendőrökkel baszakodni, legyenek szívesek tiszteletben tartani azt, ami zajlik. Akkor hagyják a területet, hogyha már ide jöttek, akkor megjártam beljebb, nem. Maradj már morgósta. Mi az, hogy morgós, hallgasson-e? Igen. Vegye le a sapkáját, ha velem beszél. Miért vegyem le? Azt mondtam. És ki magad? Várjad. A lényeg az egyébként az indián temetőt is, tehát azt megtaláltuk az OK-kár alatt. És valami nem stimmel egyébként, tehát még további feljegyzéseket kell olvasnom a levéltárban. Lényeg az egyébként, hogy ezeket a bonyító üstököseket egy, tehát ilyen betegség, európai betegség kapta el a pest is, és egy valaki élte túl, a húzogas sámán. Egy patkány? Nem, a húzogas sámán élte túl, ő nem kapta el a pestist, és őt külön eltemették az indián temető fölött egy picivel.
Hát akkor mégis meghalt, nem? Hát meghalt, de ő szívnyomójában halt meg. Ő szívnyomójában halt meg, és akkor az ősi rituáléknak megfelelően eltemették az aranypipával együtt. De nekünk csak a pipok kell, nem? Hát valamit furcsa nekem egyébként, és gyanús egy egészben, hogy ugye már szívnyomójában haltak meg, tehát a szívnyomójában halt meg, ez a sámán, és ugyebár ott vannak egyébként az okkékárna emberek, és ottan hát valakit, nem akarom megmondani a nevét, mert titoktartás, de szép problémákkal hadok kezelnek. Hadok érte 500 eurót? De ismerem amúgy a sógorokat, azokat is azzal kezelik, mind a kettőnek szív problémája van. Hát ilyen akkor... ritmus zavar, olyan billentyű csere. Hát akkor, hát az is lehet, hogy meg van átkozva egyébként ez az erekje. És lehet, hogy megtalálták a sógorék, de nem biztos még ez. Az is lehet, hogy csak véletlen... meríteni nekem adósaim. Ez is lehet egyébként, hogy csak véletlen egybeesés. Hogy néz ki ez az erekje? Hát egy pipa, egy ilyen nagy hosszú aranyszínű. Értem, de valami bitta rajta van. De azt mondják egyébként, hogy az a bitmack az áshatta ki, mert a kutyákat el akartott hátul ásni. És... hát lehet, hogy megtalálta. De az a furcsa, hogy akkor a bitmacknak lenne akkor szív problémája, nem pedig a sógoréknak. Ja, a dagadt Mike-nak. Azt is ki tudom deríteni, ismerem, látod? De ennek amúgy ára van, minden információnak kurva nagy ára van, de kiderítem. Ennyi. Hát utána lejárok neki. És akkor lehet nem is kell, tényleg, és hogyha feleslegesen lesz felásva itt minden, bár egy új futballpálya jól jönne. Na ugye, hát akkor meg az a baj, volt nálam fénykép, csak hát ott maradt még az izénél a bírónál. Azt mondta, hogy lefénymásolja, azt visszaadja nekem a fényképeket. Jó, rendben van. Oké, hagylak áskelódni, János. Csubizlak, majd jelentkezek. Jó, rendben. Big Mac. Dagadt Mike-kal beszélek én neked a pipával kapcsolatban. Akkor pipázni egyet, jó? Jó, rendben. Csak lenne pippancsa vagy valami. Na. De nem úgy. Nem olyan csávó vagyok. Na hello, akkor jó áskodat, túlzák alapján. Köszönöm. Használja a naptáját, minden lopasz meg. Persze. Persze, mindenféleképpen. Na mi a helyzet, jöjjek ásni? Nem, megoldom én magamnak, köszönöm szépen az ő segítséget. Na jó, de ezt tudod, hogy amit itt találsz, az milyen? Hát az... hogy? Te mit kezdesz velem, mondjuk, hogyha találnék egy tányért? Hát mit? Eladom. Ja. Hát ez itt a mi birtokunk. Igen? Ja. Mondjuk a főhivatallal még nem beszéltem, szóval elhiszem. Na, faszom. Bocsánat, telefon. Na, semmi gond. Tiszteletem Tóth. József vagyok, az ORFK-tól, hadnagy tiszteletem. Kiérkezett itt a média, esetleg ők bemehetnek? Mert én elküldtem őket, hogy bírói végzéssel jöhetnek csak. Hát persze. Jó, csak mert én elküldtem őket, mert le van zárva a terület. Azért kérdeztem, mondom, szólok önnek, hogy én elküldtem őket, hogyha esetleg akarnak jönni, akkor beszéljen vele, jó? Persze, hát jöhetnek, nyugodtan jöhetnek, hát engem jó. Aztán nem zavar. Köszönöm jó, szépen. Rendben, csak engem zavar, hogy a rendőrségi lezárt területre behajtanak. Behajtottak, itt nincs senki. Hát már elment azóta. Ja, jó, rendben. Azért köszönöm szépen, nincs, viszont hallásra. Köszönöm, hogy szólt, visszal. Vissza. Tényleg lezárták. Ahhoz képest.
jutottunk a tetőre. Utozzátok le a házat is, ahol állnak. De ez a Digit Scan 2, nem? És bekapcsolja, és bekapcsolja. Én nem látok senkit. Mármint ott az autók állnak? Igen. Jó, értem. Már is. Vagyha úristen, s ide jött. Azt a kurva eget. Óriási. Érdekes ez a kő. Mi a lófasz csinál itt? Tiszteletem, Varga János. Tiszteletem. Professzor vagyok. Seres András Banderas, megye kettes focistas. Hát itt... Mi a lófasz csinál itt? Hát... van egy... Mit csinál a focipályán? Hát éppenséggel feltárást végzek. 17. században írásos feljegyzések alapján... Itt már akkor is focipálya volt. Hát a 17. században. Nem, itt a 17. században egy indián törzs lakott, mert a nevük egyébként Vonyító Üstökös, és az ő táboruk volt itt a 17. században. Jó van, akkor ott a... Ez egy cserepadnál. Igen. Hogy hívják magát? Mit mondod? A Varga János történész professzor. Figyelj csak, Varga János, sportorvosi igazolása van? Igazolásom van? Hát van, melyik csapatban játszik? Végzésem van. Hol van az a bírói végzés? Már is megmutatom, várj, mindjárt előveszem itt az irattárcámból. Ezzel a kocsival meg látom a műfűre. Hogy képzeli? Azt mondta nekem a polgármester. Kicsoda? A polgármester Jenő. Tudja.
Azt mondta. Nem ismerem a polgármester, de ez biztos, hogy a focipályát nem áshassa fel. Azt mondta, hogy is utálja a focistákat, meg annyi is fel akarta újítani a focipályát. Tessék, már is megmutatom itt a itt a bírói végzést. Kigyövök ide, aztán izé, rukka pánik, azt akkor izé van. Ez hivatalos bírói végzésem van ezzel kapcsolatban itt, hogy feltárást végezhetek. Most mi lenne, hogyha az alapvonalon kívülről kezdené a feltárást? Hát megnézhetjük ott is. Az igazság, hogy itt kell csinálni, mert itt volt az indián tábor. Van itt biztos nem volt. Hogy lett volna az indián tábor a középkezdéstől? Szerintem a vendég oldalon volt. Na, látod, megmondtam. Kellek én neked, hogy mindenki elégedetlen fel akarod ásni ezt a mocskos pályát. Fel akarja ásni, hát ilyen szentségtörést. Fel vagyunk háborúzott. Hogy képzelik, hogy képzelik a foci pályát felássa. Szarok a vonyító üstökösre. Szarok le. Lefele, lefele, akinek nincsen igazolása, nem igazolt játékos, az elindja lefele a pályáról. Tisztelet mögött meg vigye. A tisztelet, na csak annyi van, hogy intéztem, úgyhogy majd a járőrétségek majd mennek arra folyamatosan. Jó, minden rendben megye. Illetve majd a hirdetés. Mert itt valami ízén facista, itt le akar rúgtosni a pályáról. Ja, mindjárt megy, oké, okay, rendben. Jó, rendben, rendben, rendben vissza. Amúgy is indult már egy pont, csak mondom, szólok, hogy legyen bizalommal. Persze, jó, persze, illetve hirdetéseket is, hogy nincs, hogy intéztem. Na, vissza! Jó, rendben, vissza! Két méter, 10 centi az összes. Na jó, van aztán, ezért lefesteti a özét. Plafont lejtsa nélkül. De nem az a probléma, az a probléma, hogy nekünk ez itt helikopterre szállunk. Ezt fel akarja káskálni. Semmiféle helikopter nem szállt. Már csak a hátra kéne ide. Figyelj, be kéne bizonyítani, hogy helikopterre szállunk. Segítesz? Hát beszarok, komolyan mondom. De mondom, hogy az. Hát abban büdös lesz, hogy ott hamarra van a WC. Arra szoktuk használni, itt a kör felrajzó van. Beszarok, beszarok, komolyan mondom. Járos, takarodjon innen a kocsijával lefel a pályáról. Hát ez azért van, hogy sör felrajzó van, hát. Mik ezek a kordonok, vagy mi a lófaszok ezek? Le van zárva az egész terület, hogy itt feltárások lesznek. Nagy feltárások, hogy megkeressük a vonyító üstökösöknek a táborának a pontos helyét. Semmiféle vonyító üstökös nem volt itt. De ki hát itt voltak a 17. századi feljegyzések alapján, itt voltak. És volt nekik egy sámányok, akit úgy hívtak, hogy húzog a sámán. Na. A törökök is, megemlékezések is van. Es! Fogja már be a száját! Na, húzogassa magát be a kocsiba, azt a kocsiba húzogassa a kulcsot, azt arra hagyja a helyszínt. Az ez most hogy kell, mit itt már ma edzés lesz. Faszát húzogassa. Kinek a faszát? A magáét. Én ezzel 500 eurót kérdezik. Magáét. 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 A sajátját. De olyan saját faszát. Vigyel a gépjárművet, vigyel a gépjárművet. Vagy elmegyek. Azt van a foci csapata, focista úr. Na, hogy rákutassál. 17. században élt itt egy indián törzs, igen. És igen. Azok leszármazottan jönnek ide majd edzői meccset játszani. De is el vagy téved, nem tudom, hogy hívnak téged, azok ott az autókereskedésnél vannak az indiának, azt mondta. Azokat a kiásta, vagy mit csináltunk. Az indián az temető, helyzet... de itt volt az indián tábor. Nem oda lesz te is temetve, hogyha a focipályába belevágod az ásadat a focipályába. Ha én belevágtam már. Téged is földet rá. Ha bele is vágtam már. János. Mondjad be neki, hogy van-e az a pénz, amiért lenyugszik. Tudod, hogy van. Lenyugtassam? Akarod? Lenyugtatom én mindjárt itt az ásóval. Na, nem bered. Fölásom neki itt, aztán nem bered leütni. Passzával le neki egyet, kiállunk mellé, megvédünk. Ja. Hallod? Üsd le. Vágjon neki. Kilométer hiánya van. Mit tudod? Itt az egy újságírós. Tiszteletem, jó napot. Szép napot kívánok. Horváth Béla vagyok. Professzor vagyok, tiszteletem. Ennek a rendőrök. Hát, Benjamin, tudom, találkoztunk tegnap. Ja, tényleg magának ajánlottam ezt a helyet. Igen, igen, és akkor fölhívtam, és akkor meg is kaptam az állást tegnap. Na, hát, na, tudtam, hogy segítünk, Kálisztán is. Igen, úgyhogy magának köszönhetem, professzor úr. Nagyon jó, nagyon jó. Na, hát akkor nyilatkozzak, hogy legyen? Hát nem tudom, hogy a srácok bele...
egyeznek, hogy itt azért foroghasson a kamera, nem tudom. Hát szerintem, hogy fizet nekik egy 500-est, hogy foroghat még a izé pornhub. Hát ezt már megbeszéltük az urakkal, hogy mi nincs neki. Olyan szegény vagyok, hogy most nem tudom meg. Nem az palika! Akkor is hagyom a kocsipájára, mert ki járja a fűvet. Minden uram, csak mondom. Semmiféle túrás nem lesz itt. Nem túrunk szét. Bilincsbe fogom elvinni a rongálót, bilincsbe fogom elvinni. Ezt figyelj csak meg, hát ugye lekapom az ásót. Hát megőrülök komolyan. Kocsipájára parkol a gépjárművel. Én megmondtam neked! Itt a leszálló pálya, látom? A körben van a leszálló pálya. És akkor professzor ura lehet, azt lehet tudni, hogy konkrétan merre felé lehet, lehet? Ez egy jó kérdés, mert egyébként van róla fénykép is. Erről az indián tehát a táborról. És ugye már keresek egy ilyen nagyon ritka leletet, ami most egyelőre még tehát nem mondhatok el róla semmit. Az a lényeg, hogy keresek hozzá tartozó információt. Nem tudom, hogy megvan-e átkozva, vagy esetleg bármi, hogy valami ereje, milyen ereje lehet. Én olvastam 17. századbeli forrást a GMR érsektől, hogy akkoriban ugyebár a pipa, tehát hogyha valaki, tehát két háborgó lélek, hogyha elszívta a pipát, akkor mékesség jött közéjük. De igen, hát el is szóltam magámat. Az a lényeg, egy aranypipát keresek, ami a húzogas sámánt kapott a kínai császártól. És először ugyebár meg kell keresem a tábort, tehát a tábor megvan, és találok különböző bizonyítékokat, akkor az elvezet konkrétan, tehát megtudhatom konkrétan, hogy itt ugyebár, hogy éltek egyszer az indiánok, kettő, megtudhatom, hogy annak az erekének volt-e bármilyen, tehát hogy is mondjam, bizonyos ereje, vagy valami meg volt-e átkozva. Ez a lényeg. Értem, régész úr, professzor úr, nagyon szépen köszönöm ezt a felvilágosítást, hogyha majd egy kicsit közelebb lesznek már, majd akkor még visszajövök újra, jó? És akkor egy újabb interjú. Jó, rendben, csináltuk akkor majd egy... Hát nagyon szépen köszönöm, professzor úr, viszontlátásra önnek. Viszlát, viszlát. Viszlát. Kevin, tiszteletem, jó napot. Azt hittem felfogtam, mi az a helyzet, te kié? Tiszteletem. Halló. Tudok mindent. Elmondtam. Na, hol a holszor az zene? Mit? Tudom, kiné van az aranypina. Kapcsolják ki, mert lefoglalnak mindent a rága. Megvan, tudok mindent. Mindenről. És mit csináljak én azzal? Hát másnapot beszéljük meg, mert itt én elkezdtem a feltárásokat. Nem ott van, tudom, hogy hol van. Tessék! De többet nem mondhatok többet. Mindig eljönnek fog a feltárásra, ez nem is tövöldözik. Ez nem tűnik el. Hallod, ha elkezded magad a kettőt és sajnát tartani ezt miatt, de szétbaszok a fejed, a másik oldal is ilyen lesz, előre szólt. Még azóta nem szállottam. Leöntöttek vér, fordulj majd ehhez. Ebben hiányzik a bőr az arcodról, mi van? Mit csinálsz meg? Kérem, kulva lesz, sajnálom. Ne közelíts velem ebben, ne közelíts velem. Azt nézem meg ide, még egy páncerhaubica, 2000-es is. Istenem, most már kurva eget, ne jöjjön már János, jöjjön már! Megpályák! Lehet hallani, mindenki, aki itt tartózkodik, nincsen bírósági vízik. Na jöjjön! Itt a János! Nézd mi, János, hadd nézem azt a papírt! Mutassa már meg neki a vásolatot, jó? Itt van alattam a bírósági végzés, kiveszed onnan. Kicsit megint egyet odik. Na,
Biztos... Hát előkerült egy 90 és... Most már nem. Mit? Benji! Semmi! Benji, mi a fasz van veled, Benjamin? Benji, mi történt veled? És? Körülött az engedély? Na. Nem kell enged... Ne. Na, az nem szakasz a papírt. Tessék, már is megmutatom. Megnéz az utána, meg lehet segíteni. Fajogosztja, Varga, Most tudom, meg figyelj! Az milyen faszom volt az? Valaki jön meg, valaki! A személyén nincs jobb oszítványom, Banca. Akkor jó, jogs is. De amúgy egyébként ott viszont valahogy. Az én arcom, de van szitványom. Viszont is adom, jó. Öcsi, kérlek szépen szájtelenítettel is hagyd a lehelyszínt, jó? Hogyha megnézed a kiirdetést, oda is adom, hogy a helyszínre belép is szigorúan piros. Te hallod ezek a... Hallod ezek a... Maradjál, Harit! Adom a helyszín nagyjából egy 5 percen belül azt, hogy a fogom. Azt ugye... Dominik, azt ugye tudod, hogy a rendőr szigitől hívás a szokkapontos a visszabírt? Raptor az önök? A bírói végzésnél van ott egy körzetész, egy közeli hely... Közeli... Egy foci pályán voltunk, ne van zárolásítás miatt, bírósági részés van róla. Én nem barátom, nem barátom. Tessék, csak miben segíthetek? Szóval csak annyit kérdeztem, hogy a terepjáról az a ásatásnak a végzőihez tartozik? Igen, igen, hozzám tartozik. Jó, remek, szuper. Papírt tud róla mutatni, hogy magáé? Csak ennyit kérek. Igen, megnézem. Mágy, műszaki, az bőven elő. Övék egyébként. Hát, mondod. Már is megnézem, mert annyi papír van. Segíts fel az akademistának, kérek addig, mert... Azt mondja, hogy... Jaj, de ez nem az, ez Mercedes. Ó, basszus, ez nincs itt a papírom. Innyi basszus kulcs, ez nincs meg a papírom. Ezt viszont pótolnom kell, mert volt egy, de az már... Az lejárt, az kidobtam véletlenül. Ezt pótolom mindenféleképpen. Na, jó, ugyan. De akkor a maguké, ugye? Igen. Jó, azt a bírói végzést, ami a ásatásról szól, persze. Ezt láthatom esetleg? Köszönöm. Természetesen már is. Basszus, mindenkinek nem. Tessék, itt is van. Köszönöm. Hú, ezt össze fogom klippelni. Hogy a foci pályára ott mi minden ment. Há, óriási. Okay. Ja, rendben. Amíg egy személyigazolványt kérnék, hogy maga a Varga. Persze, természet. Ezt elrakhatom a végzést? Elrakhatja, igen, köszönöm, ja, azt hiszem, ezt akkor már is rakom. És akkor már is. Már is felmutatom, illetve van igazolványom is, hogyha kell, azt is fel tudom mutatni. Jó, az nem szükséges. Jó, köszönöm szépen. Akkor ezt is visszarakom minden tárcámba. Igen, jó munkát kívánok akkor. Nagyon szépen köszönöm. Érem. Épp az a nagy alak egyébként egy páncárhaubica 2000-es nem tud még ide jönni. Azt a kiletes vagy akár ott, vagy ez ki hogyha megkérdezed őt, hogy hol nem zavarod, akkor oda leszállsz. Kolléga volt. Beszélgetünk, hogy nem zavarod, viszont amennyiben ő rendőr kívált, akkor miként lesz. Mennyit fizetnek? Jó? Böpkék. Maguk. Hogy érti? Mennyit fizetnek, ha az információ ki? Hát milyen információról lenne szó? Tudok mindent, hol van az aranypináljuk, tudok mindenről, minden megvan, tudok mindent, minden megvan, minden tud róla. Mindent tudok, tudok mindent, de ezt nem mondhatom el ingyen. Hát de
Azt sem vonható be. Azt sem vonható be, meg kéne, hogy öljen magát. Igen, ennyire komoly. Nagyon. Tudok mindent, az hivatalos információ. Talán csak nem magánál van sokkal. Nem nálam van, de tudom kiné van. Tudom kiné van. Érdekes módon egyébként az indiánok, utolsó indián az a szívnyomában halt meg, és ugye már hogy magát is szívvel kezelik, szóval azért mondom, hogy ugye nem magánál van. Természetesen nem nálam van, tudom, hogy kiné van. Csütörtökön 9 órára várom önöket. Csütörtök 9 és az 50 ezer eurómat. 50 ezer euró. Köszönöm, viszont. Viszont. 1000 euró. Kész csókolom. Szép napot. Hát ezt nem hiszem el. Kész csókolom. Mondod. Tiszteletem. Gyere, jöttél egy kicsit tudni, gyere. Nem hiszem el, mindenki ma van megbolondulva. Főhívott a Sógor, képzelje. Igen. Elkezdi, hogy tudja, hogy hol van az aranypipa, amit keresek egyébként. Elkezdi, 50 ezeré elmondja nekem csütörtökön. Ki mondta ezt? A Sógor. Sógor? Igen. A melyik a sok közül? Azt hiszem a Rafael Emil. Hát ja. Ő nincs itt. Most hívott föl telefonon. Ja. Telefonon azt mondta nekem. Mondta nekem egyébként, hogy 50 ezeré elmondja. Nem tudom, hogy mennyire bízhatok. Hát szerint ez nekem gyanús. Ez roppant gyanús nekem. 50 ezeré. Kicsit sok hallom azért, hogy elmondja, hogy kiné van a... az arany... pipa. Hát próbálj meg úgy, hogy először elmondja az információt, és akkor utána adja oda a pénzt, és hogy elrejtsd az információ, megkapja a pénzét, ennyi. Vélesenek róla valami szerződés, vagy ilyesmi. Hát már megkérdezem a főnököt, hogy ez hogy kéne okosban intézni. Ennyi pénzem nekem sincs. Na majd megbeszélem vele. Mindenképpen szeretném, hogy szerződésiratás vagy valami ilyen egyesség, és akkor az úgy rendben lehet. Lehetséges. Találkozott már ilyennel? Olyan embereknek megpróbálnak átbaszni? Igen, hát, jó pára. Igen, azért szerintem mondom, azért nagyon átbaszás szaga van. Furcsa nem ezt az egészet. Ez az egész indián ügy, ez olyan furcsa nekem. De az a baj, találtam írásos forrásokat ezzel kapcsolatban, szóval... Nem tudom. Fura ez az egész. Nem tudom, mert annyira nem vagyok benne, szóval... Hát igen, igen. Már csak ott furcsálom az egészet egyébként, hogy az utolsó indián, ugye bárhogy a húzagas sámán, a szívnyomajába halt meg. Na, így írták le a 17. századbeli források. És ugye bárhogy eltemették az indiánt, és szokásoknak megfelelően, a vele együtt eltemették ugye bár a pipáját is. Szerintem az a pipa lehet, hogy meg volt átkozva. Nem tudom. Azért mondom, hogy furcsa nekem az egész, mert azt mondják a Sógorék, hogy a pigmack lehet, hogy ő ásta ki, mert a kutyákat akart elásni hátul, mert megdöglött valami kutyája. Azt hátul a kertben el akarta ásni, ott az autókernél, azt lehet, hogy ő találta meg. De az érdekes, hogy a pigmacknak meg nincsen szívbetegsége. Viszont azt mondják, hogy a Sógorék meg fővásároltak ilyen gyógyszerüzletet, és ők nekik meg ugyebár, hát van szívbetegségük, de lehet, hogy ez csak véletlen egybefüggés. Igen?
Igen. Beérjetek magad el ketten? Ja, yeah, oké. Okay. Jó, na kés, megyek. Megyek. Most jelen segítem kell a kollégáimnak. Persze, de sok sikert akkor a dolgokhoz. Köszönöm szépen. Furcsa nekem, de ez egész. Szerintetek? Vajon át akar vágni a sógor, és... Nem tudom. Meg kéne nézni az írásos forrásokat, mert lehetséges egyébként... Szét kell nézni. Furcsa. Ugye már eddig eljutottam odáig, hogy itt volt az indián temető. Meg tudom nyitni, itt volt a temető, de... Basszus, nem tudom átadni a képet. Megmutatni. Írunk reportot. De most meg tudom, nem tudom. János, jöjjön már! Tessék, kérdésük csak, van, igen. Nem tudok válaszolni, azt utána menjenek a rákba, most már persze. Ott a saroknál azok a büdös redvások. Semmire való. Tarajos felrúgt ezt a bóriát. Rongálja a lezárás. Büntet meg, de nagyon büntet meg. Első kérésem, első kérésem. Na, fejezze be! Első kérésem, mivel én megtettem eleget, próbált tenni az önök kéréseknek, válaszoltam, amire tudtam. Menjenek már meg oda, a feje van kívül. Na jó, menjenek. Menjünk. Büdös kurva isten, megbassza kurva magát! Na, itt vagyok, tessék, mivel segíthetek, tisztelettel! Na, Varga úr, tájékoztatom már, legyen kedves! Nézd, amit csinálnak, ha! Tájékoztatom már minket, legyen kedves arról, hogy itt akkor mi fog itt történni ezzel a futballpályával? Ásatások lesznek itt ezen a futballpályán. Várjátok a futballszok kérdőszabban. Ugyanis hírét hallottam egy indián temetőről, hogy van egy indián temető, ugyebár az OK-kár alatt. Először nem tulajdonítottam komolyságát ennek az ügynek, azt hittem, hogy valaki poénkodik, aztán egyre többen mondták, hogy hallottak ilyen dobokat, meg zenét, meg kiabálást, tehát az indián szellemeket. Egy kérdésem van. Igen? Egy kérdésem van. A 17. század a talaj felszínétől hány méterre található? Tehát, hogyha a 17. században beesett ide valami, akkor az hány méterre van a föld alatt, hogy azt itt ásod ki? Hát ez egy mennyire kell letúrnod? Azt tudom, hogy amikor dinókat keresik, akkor az elég mélyen van, mert az már kibaszott régen volt. De hogy na? 17. század az ilyen pár méterre lehet csak. Hát jó, figyelj csak. Méter, tehát semmi Indiana Jones. Azt mondta a polgármester egyébként, hogy úgyis fel akart újítatni ezt a pályát. Na, figyelj csak, vises Indiana Jones. Figyelj, amit kérdem én, tehát hogy nem kéne össze egy talajradarozást csinálni, hogy mielőtt lezárod a területet? Maradj már egy picit. Nekem most nagyon logikus érvek jutottak az eszembe.
csak Indiana Jones nem tud válaszolni rá, annyira komoly régész. Hány méterrel van a föld alatt a kincs nagyjából? Hát itt kincs nincs. Nincsem de a kincs. De akkor a pipa, amit keresel? Azt az akarom megtudni egyébként, hogy milyen ereje van neki. De válaszolj már a kérdésemre, vagy te tényleg ilyen puta vagy? Nem. Nem érti. Először is hagyd mondjam el, hogy mi a szituáció itt ezen helyen. Na. De nem érdekel, kurvára nem érdekel az elő sztori. Engem érdekel. Az a baj, hogy elmondok valamit, akkor azt nem fogja érteni, hogy miért. Csak azt fogja mondani, hogy miért. Na. De akkor mondja azt, ami visszakérdezünk. Na, hallgassatok már meg a embert. Na, a lényeg az, hogy itten indián, tehát ugye már indián temető sztorin indultam el. Kértem engedélyt polgármestertől, hogy bemenjek a levéltárba. Bementem a levéltárba, és két feljegyzést találtam a 17. századból. Az a legkésőbb, tehát a legkorábbi információ az indiánokról. Az első, egy budai pasa találkozott az indiánokkal, ahogy átjöttek Európába. Ugye, tehát Amerikából üldözték el őket. Erről van egyébként egy kinyomtatott fénykép is, ahol ugye már lehet, tehát meg van örökítve egy festmény, 17. században festménye, meg van örökítve ez a találkozás. Illetve Európában másik... indiánok. Hogy jöttek át a... Tehát erről van valami történelmi fejező? Hogy jöttek át a tengeren? Az ez mondjuk engem érdekelne. Várjál, nekem van egy felvetésem. Mi van, hogyha nem is indiánok voltak, hanem cigánok? Mi van, hogyha csak ilyen jelmezes bohócok voltak, és be voltak drogozva mondjuk. Na, a másik feljegyzés, az a KMR érsektő volt a 17. századból, és ő írta le azt, hogy találkozott a vonyító üstökösökkel, tehát az indiánokkal, és nekik volt egy sámányuk, a Uzogas sámán, úgy hívták. És ennek a sámánnak volt egy különleges aranyborítású botja, ami aztán kiderült egy pipa volt, amit a kínai császártól kapott. Ez egy interkontinentális. Interkontinentális, így van. Na, az az aranypipa egyébként... Mondjuk, hogy az indiánok hogy jutottak el? Az Ázsiába az mondjuk... Jó, hagyj hallgassam már a végig az ember. Na, ott volt a sajemút egyébként, de mindegy. A lényeg az, hogy... Ugyebár, legenda szerint... Olyan sejem fiút csinálunk belőled. A legenda szerint egyébként a háborgó lelkek, akik ábrúztak egymással, és beleszívtak ebbe a pipába, megbékült a lelkük. De hát tovább... az egy békepipa. Békepipa, így van, el kellett szívni a békepipát. Tehát nem véletlen szokták mondani, hogy el kell szívni a békepipát. Na most ez a békepipa dolog, tehát ezzel kapcsolatban kell tovább nyomozni, mert ezzel én még nem találkoztam, és több írásos feljegyzést nem találtam. Ezzel kapcsolatban. A lényeg az, hogy van egy feljegyzés, illetve egy fényképes bizonyíték, hogy itt éltek az indiánok ezen a helyen a focipályán, és nekik itt volt a táboruk. A táboruk ugyebár itt volt... Azt mondtad, hogy a középkezdés pályát elég. Nem számolgattam egyébként, de... És már akkor is focipálya volt itt? Nem. Csak erre felejtett. Az a lényeg, hogy háromszögelési pont mérése ki lehetett számolni, illetve a források felhasználásával. És milyen háromszög volt? Derékszögű? Egyenlőszögű? Nem, 60 fokos. Az miért? Két 60 fokos szára van neki. Aha. És akkor a harmadik? Az milyen? Na? 30. Mi? Hát az nem jön ki, a háromszög 180 fokot zár be. Igen. 60 meg 60? Azt mondom, hogy 30. Tehát az elhunytokat nem szerették maguk mellett, mert féltek, pamonásak voltak. Na és akkor
Ugyebár írta az érsek egyébként, hogy egyenjöttek Európába a indiánok, és elkapták a pestist. Pestis járvány tört ki köztük és meghaltak, de egy valaki túlélte. Ez a húzogas sámán volt, ő nem kapta el a pestist, nem halt bele, de viszont egy valamiben meghalt. Szívnyavajában halt meg. Most azt nem tudom, hogy a szívnyavaja, hogy szívnyavaja. Az mi? Hát ezt írta le az érsek, hogy szívnyavaja. Hát akkor az egyszerűen nem csak ő elte túl, hogy az érsek írt róla. Mindjárt jövő, pasikány. De azért, mert az indiánok között, tehát nekik nem volt immunrendszerük ezzel kapcsolatban a pestissel. Még az európaiak az egy párszor benyalták a pestist. De most már értem. Az indiánok elkapták az európai betegségeket. Azt ugye már hát attól meghaltak még egy laza influenzától is. Azt kérdezem, mert olyan professzor úr, hogy ez a aranypipa volt, mi a gyász, az milyen, mennyit érhet hát? Hát ez egy jó kérdés. Hát azért aranyból van. Még egy kérdés. Milyen drogot töltél te a saját pipádból, meg ők az övékébe? Én nem használok semmilyen drogot, erről viszont szintén orvosi. Na várjatok már, ne térjünk el a tárgytól. Tőlem mindig sosem hiszik el ezeket a dolgokat, meg nekem találkozok egy kérdésem lenne. Azt elküldtek engem egy drogvizsgálatra. Azt már gerincfelemből vettek mintát, mert ott is kimutatható a drog. Azt nem találtak semmit az orvosok. Erről is nekem olyan kérdésem lenne, hogy az 1600-as években milyen fényképezőgépet használtak? Na, hát lefestették. Nekem úgy van képi bizonyítéka, hogy a festmény, és ott volt a levéltár. Na jó, de hát bazzik, hát az indiánok azok folyton be voltak állva a pipafűtől, az festettek olyanokat, ami nem is létezett. Te miről beszélsz mindig Indiana Jones, te vises te? Na várj, engem még mindig az érdekel, hogy ez a pipa mennyit ér. Hát azt gondolom az érték az felbecsülhetetlen, de nem tudom, hogy milyen következménye lehetnek, hogyha rossz kezekbe kerülnek. Esetleg ez az aranypipa. Mert szerintem lehet, hogy meg van átkozva. De tovább... Milyen átkozva? Hát a cigánok vagyunk, levesszük az átkozva. Szívnyavaját okozhat. Tehát lehetséget, tehát... Ugyebár lehet, hogy valaki megtalálta ezt az aranypipát, és szívbetegsége van neki. Aha. Az a baj, hogy ezután még nyomoznom kell. De illetve fel kell tárnom ezt a falut, hát ha találok még írásos bizonyítékot ezzel az aranypipával kapcsolatban. Bármilyen írásos bizonyíték előre visz engem a nyomozásba. Illetve értem. Még szerintem lesz egy köröm még a levéltárba. Ott hogy satszolja a professzor úr, hogy maga szerint hol találhatja meg ezen a területen a pipát? Hát nem biztos, hogy ezen a területen van, hanem lehet, hogy az OKK-nál lesz eltemetve még. Na látja, én erre pont erre gondoltam egyébként, mert hogyha ez a fossámán vagy milyen volt ez, akkor izé van, ha nem együtt temették el az értéktárgyaiban? De az indiánok úgy csinálták. Az is lehet, hogy valaki megtalálta. Ezt pont ide rakta. Hát de aki megtalálta, nem. Az miért hozta volna ide külön? Ó, ez egyre nagyobb sütetlenség. Meg itt kérdés még, ennek volt egy kutája, gondolom, az meg a neugas szábád volt, ugye? Nem volt kutyája. Miért nem volt? Meg egy olyan kérdés. Én megnézem azt a titten, ha. Hogy hát, hogyha itt ilyen, tehát hogyha ez el van ásra, gondolom, akkor ez valami ilyen talajradarral, hogyha átvizsgálják, akkor csak megvan. Tehát ahhoz mindenek lezárni. Ha nem más, meg nem dolgozik semmi munkagéppel. Hát ne legyen itt ilyen focizás, miközben én tizé turkálódok. Keresek. Múltkor is voltam itt, hát egyelőre csak 50 eurót szedtem össze az aprót, amit itt elszóltak a focisták. Körben nézem. Hát szerintem Szotyi magon kívül nem fogsz találni semmit, de ez csak egy ilyen szerény vélemény. Mert ugye egy ilyen focipályát, amikor itt már kitapossák, akkor ezt fogják, átkultivátorozzák, hát ezt szépen kitapossa a föld. Érted, hát ezt egy-két métert simán átforgat, hát akkor csak megtalálták volna, érted? Nem tudom. Utána meg újra döngölik. Most volt. Hát de... Értem én, de hát ha most én főkultivátorozom, akkor én most is beleakadhatok. Azért mondom, hogy még ezt fel kell teríteni, fel kell nyomozni ezt az egészet, hogy hogy áll az egész.
Tudod, Napistán, találtál valamit? Ha megtalálom a pipát főnök, mit fizetel? Az a baj, hogy már hívtak engem, hogy lehet, hogy tudják, hogy merre van az aranypipa. De nem hát akkor miért nem ott keresi? Hát mert furcsálom egyébként, tehát az nem így van, hogy egyből meg tudják mondani. Eddig nem mondták el, akkor ezt most onnan tudják. És neked minek kell ez az aranypipa? Vissza kell adni a múzeumnak. Hát de várj, mert ha megtalálod, hát de hogyha... megfogdosod szívnyavaját kapol, most mondtad. Hát meg beviszed a múzeumban, valaki megnézi, az is szívrohamot kap, vagy valami. Azért mondom, hogy további kutatásokat kell végrehajtani, hogy ez most... Szerintem fizess a cigányok, ha? Nekik. Azok fél órát megkeresik. Egy szép összeget. Érted, egy nagyon szép összeget. Ide hozzák a izéket, a markolókat, meg minden gyászt, ami van nekik a vastelepe. Azt még az átkot is leveszik. Mondjuk ez... nem magzik rosszul. Ugye. Beállok a Caterpillarra, végig túrom se perc alatt. Egy-két métert azok simán fognak. Az a baj, hogy eznek nem most akarok hirtelen nekiállni, hát először fel kell deríteni, hogy itt még vannak. Na, figyelj, maradjunk abban, darincsed fel itt a dolgokat, aztán kell segítség, akkor megkeresünk minket, azt segítünk, amiben tudunk. Jó, rendben. Csak fölöslegesen ne basszuk szét a focipályát, érted? Persze, hol találok meg titeket? A vastelepen megtalálsz általában. Vastelep, jó, rendben, köszönöm szépen. Na, köszönjük szépen, aztán sok sikert az idejön a kincskereséshez. Jó, köszönöm szépen. Vigyázzon magára, professzor úr, viszontlátásra. Szép napot, viszontlátásra. Na, csomózlak. Viszlát. Óriásiak. Ott vannak a képek nálam, és nem tudom használni, nem tudom megmutatni, mert egyszerűen nincs neki semmi itemje vagy valami, vagy oda lehessen húzni, hogy használ, vagy bármi. Tényleg itt vannak a képek, és nem tudom megmutatni nekik. És nem tudom kidobni se ezeket a képeket, szóval... Ajaj... Mondom, ez az, amit mondott, hogy fölhívott, hát... Varga Jani ezt furcsálja egyébként. Használt kereskedő.
Hello, írtam az előbb, de nem láttatok szerint. Igen, mert közben volt RP szitum, aztán közben meg felugrott egy jó párszor a azt nem láttam az üzenetet. Aha, szerintem így most éles, tehát hogy resi után tudunk volna csak kezdeni. Igen, elvileg, itt vannak nálam az itemek. Tehát, hogy indián temető, indián tábor, meg török. Indián török, de nincs item, és így hiába húzom, hogy használ, vagy eldob, nem tudom, azt ott van beragadva nekem. Efelem viszont valamihez hozzá tudta adni ezeket a képeket, valami... Hű, nem is tudom már mikhez adta hozzá. Na látom, és kivettem a zsebetbe, megnézem. Nekem... Használja. Használni tudom, csak az a baj, nem tudtam megmutatni azt itt izétek engem, hogy milyen indián temető, még ilyesmi. Hát adod nekik az itemet, és akkor úgy meg is nézzék meg igazából. De az a baj, rám... Ez az, a baj, rámegyek, hogy... nem tudom használni se. Csak hogyha rákattintok kétszer, de nem tudom megmutatni azt, hogy tudnám. Hát átadod neki, de mert másképp nem. Nem tudom, épp azt csinálom, hogy neked is át akarom adni, és nem tudom. Tehát rákattintok, és nem, semmi. Kis ügyeskedéssel kell, nekem sikerült. Átadni? Hát most adtam oda. Kivegyem a zsebeidből? Kiveszem az összeset és odaadom neked. Rákattintok balegérrel, és... Csak meg kell szokni, hogy nincsen az itemhez képkötve. Hallod, nem tudom. Hát... Próbálom a izéhez... Várj, megint kiveszem tőled. Meg is nézem most őket. Aha, az egyik amúgy nem jó. Másik jó. És a harmadik is jó, egy nem jó, a török. Jó, indián jó, az török. Mégis nem lényeges egyébként, a másik kettő az igen. Ezeket úgy tudod, hogyha... Használra ráhúzod, és ugye itt van egy nagy kép előttem. Meg az indián temetőnél is itt egy hatalmas temető. Igen. Hát, hogy ezek működnek, és amúgy... Teljesen mindegy, hogy... Tehát itt rá kattintok kétszer, az mutatja nekem. Igen, de hogy úgy kell csinálni, hogy megfogod, tök mindegy, hogy nem húzza az itemet, vagy ilyesmi, attól húzza, és megfogod, és csak arra húzod, hogy átad az egeredet. Ha tényleg. Basszus. Jó, hát mert épp nézem, hogy ez sem meg nem is fogja meg, még ilyesmi. Át tudom adni, nézzük csak. És átadtam. Aj, igen, tehát át tudod adni. Aha. Jó, ezt az indián töröket, ezt kidobom. Okay. Nagyon, hogy ugye ugyanúgy kell kezdeni, attól, hogy nem látod, hogy mozog, ő mozog ugyanúgy. Ja, jó, rendben. Nézem, hogy nem tudom így használni, vagy mutatni, vagy bármi. Ja, és akkor így fogod tudni, hogy átadod valakinek, ő meg megnézi ugyanúgy. Jó, rendben, oké. Okay. Köszi szépen. Nincs mit, jó játék. Hello. Na, most erre is rájöttem legalább. Ó, passzus. Ez tényleg, ezt összefogom vágni, és csinálok belőle egy videót, hogy főhajtok terepjáróba, aztán jön egy helikopter, jön egy lesülyeztet kocsi, gyerekek, én sírtam rajta, ez mekkora volt, és szerencsétlen, Seres András, az már agyvérzést kapott. Hát mondom, már csak ide egy páncerhaubica 2000-es kéne, maga 55 tonnácskájába. Itt följönne, az driftelne itt a foci pályá. Amúgy lesz ez még csak fejlesztve, egyébként ez az RP. Ilyen hamar nem akarom befejezni.
Mert tényleg egyébként egy... Szerintem egy marha jó kis RP lenne. Az, hogy itt vagyok egy focipályán, kutatok, keresek. Szóval... De szerintem tényleg... én tényleg azon sírtam egyébként. Mondom, még valaki? Tényleg, még azt kellett volna, jön egy admin egy tankkal, rádrifter a foci pályára. Á, hatalmas. Ezzel kíváncsi lettem volna a Typo-nak az arcára. Megy a feltárás, közben egy focizik, vagy á. De legjobb, hogy izé bekapcsolta az Indiana Jones zenét. Hello, van valaki a rádión? Üdvözlet, egy pillanat, most ez fontos. Szólok, hogyha mondhatod, addig rádió csendet kérek. Visszatérve egyébként Jones, tehát Indiana Jones, Indiana Jones, annyit mondták már ezt az Indiana Jones-t, hogy azt tudom mondani csak. Na, Varga Jani bátyátok egyébként egy főhívta a sógor, furcsája, 50 ezerért elmondja azt az információt, hogy hol van az aranypipa. Ez neki bűzlik egyébként. Bűzlik egyébként, de erre úgy érzi Vargalni, hogy erre erről utána kell nézni az irattárban. Az irattárban utána kell néznie. Mert egyelőre még csak azt sejti, hogy... hogy lehetséges, hogy meg van átkozva maga az aranypipa a szív nyavajával, és hát három gyanúsított van, a Big Mac. De ő nem, nincs aki szívbaja. De elvileg ő ásott valamit és megtalált. Neki ezért gyanús Varga Janinak. Illetve a másik, hogy gyanús neki. A sógorék, hisz ők is meggazdagodtak hirtelen. És van nekik szívnyomajájuk. Elvileg a Big Mac is meggazdagodott. Illetve a sógorék is meggazdagodtak. Szóval... furcsa ez az egész. Furcsa ez az egész, úgy ahogy van. Hogy haladok a munkával? Hát hívtak a sógorék és... Tehát sógor... A Zemia hívott engemet. És... Jani azt furcsálja ezt az egészet. Furcsálja, mert 50 ezeré akarja neki mondani... Hogy az információt. És ez neki furcsa. Jó, miért is ne? Megpróbálunk egy akciót szervezni az irodával. Hát, ha elkapjuk és megtudjuk, hogy mit akar ezzel az 50 ezerrel a sógor. Megtudjuk. Ugyanis, ahogy állok az üggyel kapcsolatban, annyit tudtam meg a leltár alapján, tehát nem leltár, a levéltár alapján, hogy bár volt ez az aranypipa. És ennek az aranypipának ugyebár volt mágikus hatás, vagy hogy mondjam, hogy két háborgó lelket, ugyebár kibékít, tehát egy békepipa.
ugyebár. De ugyebár az utós indián, a mozogassámem, ő az szívnyavajába halt meg. Tehát nem írták le konkrétan, hogy szívbetegségben, tehát annyit írt le a forrás, hogy szívnyavajában halt meg. Ameddig szép és jó, és három gyanúsított van az ügyben. Az első gyanúsított ugyebár a Big Mac, azért, mert azt mondták a sógorék, hogy elásott egy kutyát, és lehet, hogy kiásott valami sírt. És ugyebár, hogy meggazdagodott utána, mert ki akarta vásárolni elvileg a... Ki akarta vásárolni elvileg a sógorékat a helyükről. A másik gyanúsított, a sógorék, tehát itt több eszámban a sógorék. Ugyanis ők is meggazdagodtak, szívnyavajájuk van, tehát szívbetegsége kezelik őket. És ugye már elvileg van nekik egy Forever Living-es cég. Igen. De mondom, fölhívott a... Fölhívott ugyebár a sógor, az egyik. 50 ezerre elmondja, hogy hol van a... az aranypipa. A rendőrök mászkálnak itt. Tudja fel, mi? Amit furcsálok egyébként, és én úgy tervezem, hogy ezért még elmegyek a levéltárban. Hát ha találok még bármi írásos forrás, ami ír bármit az aranypipával kapcsolatban. Ezt akarom majd megnézni. A bányászt csináld, én csak javaslom a bányász munkát. Ott ugyebár bányászó, jó, kicsit időigényesebb, ugyebár. De viszont jó pénzét tudod eladni magánembereknek a nyersanyagot. A szenet azt jó pénzért lehet eladni. Ha jól emlékszem, a 120-tól 140 euróig, vagy 130 euróig. És ugyebár a szenet azt úgy tudod, hogy megszerezni, hogyha mosod a követ. És a legjobb módszer rá, hogyha vezel a szívlaknál, a cigibótnál veszel ilyen elektromos cigit. A bányász legenda szerint mielőtt beállsz a mosóba, szívsz egy-kettő vizét, slukkod a mosás előtt, kicsit beáll a karaktered, és úgy mosod, több szenet ad. Figyelj, kinek mi. Láttam, hogy jönnek a rendőrök. Nem jönnek. Ott voltak pedig. Ott álltak. Azt nem jönnek. Jó, mondom, hogy ott jönnek. Napot.
Tiszteletem, jó napokat! Jó újság! Állj, pillanat lerakom. Hát eddig nem találtam semmit egyébként, de épp most vettem ki a kocsiból a képet, és azt tisztára mutatja, hogy itt volt az indián tábor, azt át is mutatom önnek. Indián tábor? Igen, itt volt egy indián tábor. Pillanat. Egy foci pálya alatt. Ez komoly. Mire nem építeni dolgokat? Tessék, nézze meg! Az igen. Szerintem itt lehetett az indián tábor, akárhogy is nézzük. A képnek a címe egyébként, amit kihoztam a levéltárból, hogy az utolsó indián az indián tábor előtt. Aha. Visszaadom a képet. Köszönöm szépen, megnézi a kollégája is? Persze, kíváncsi. És mit keres pontosan? Tessék, mert most mondták kollégák, hogy maga itt régészkedik. Na, köszönöm szépen. Uh-huh. Meg is nézte? Nem, kicsit leesett. Tessék. Köszönöm. Nincs itt. Az aranypipát keresem egyébként. Az tök jó egyébként. Aha. Az aranypipát egyébként azt keresem. És ahhoz tartozó egyébként ilyen írásos bizonyítékokat, hogy köszönöm szépen, hogy mit tudott ez az aranypipa. Aha. A legendák szerintem itt leírtak egyébként a 17. század gamer pápája vagy érseke. Azt írta le egyébként, hogy mindjárt idézem, hogy két háborgó lelket kibékít egy szívás az aranypipából. Aha. Ezt az aranypipát ugyebár a húzogas sámán, azt a kínai császártól kapta. Na, milyen sámán? Úgy hívták a sámánt, egyébként ez az indián törzs, aki itt telepedett le. 17. században ők voltak a vonyító üstökösök, és a sámányukat úgy hívták, hogy húzogas sámán. Faszomat. Az komoly. Ja. És a maga neve? Egyébként nem tudom, elmehetne farsangi buliba Indiana Jonesnak. Hát ezt már annyian mondták, hogy hihetetlen. Egyébként szerettem kiskoromban nézni az Indiana Jones. Varga János történész professzor vagyok tisztelettel. A városanyomozai irodától. Aha. Tessék, már is felmutatom itt az igazolványomat. Aha. Köszönöm, köszönöm. Igazán nincs mit. Vissza is adom. Köszönöm. Köszönöm. Jó, hát akkor jó munkát kívánok. Köszönöm igazából. Szépen. Aztán köszönöm vigyázzon szépen magára. Hát igyekszem, egyébként furcsa lelkek jöttek, azt mondták, hogy 2 perc alatt feldúrják a foci pályát, hogy adom nekik az aranypipát, mert biztos sokat ér. Meg ilyen hasonlóságokkal kerestek már meg volt itt valami, nem tudom, valami focista, aztán itt össze-vissza rohangált, mint a fába szorult féreg. Hát nem tudom, itt fel volt. Fő volt háborodva itt tenni, hogy foci pályáját itt hogy itten tönkre fogjuk tenni. Azt mondta a polgármester is, hogy egyébként hogy újra akarja, mert építetni ezt a foci pályát, lehet, hogy stadion lesz. Nem lepődnék meg rajta, hogy lehet, nem lenne bajja. Lehet, hogy valami politikai párthoz tartozni akar nagyon ez a polgármester, nem tudom. Hogy így építgetünk ilyen stadionokat. Én egyet kérek, hogy az ősi szellemeket ne zavarjuk fel. Jó, nem akarom, hát az hogy nem itt ezekről hangáljon. Az nem itt van. Az OK-kárnál ott van a temető. Arról is van egyébként egy fényképem. Tessék. Az viszont ott van lent a... Ott lent. Ha. Csak hát azóta már építkeztek. Hol? Merre van ez? Ott az OK-kárnál. Arra fele. Ja, aha. Hú, jó, visszaadom. Köszönöm szépen. Jó, hát akkor kívánunk kellemes napot, meg jó munkát, aztán az járjon sikerre. Azzal, köszönöm szépen, igyekszem. És megtalálja, mi lesz? Múzeumba kerül, vagy mi? Hát először meg kéne tudni, hogy mi van vele, mert szerintem, hogyha valaki, tehát lehet, hogy el van átkozva, az indiánokat, tehát Pest is támadta meg, és ugye már az utolsó indián a húzogassában, az nem Pest isben halt meg, hanem szívnyavajában,
az írásos emlékek alapján. Az adminisztráció. Lehet, hogy megvan átkozva, aki hozzáér a pipához, szívnyolját kap. Hát nem tudom. Akkor vegyek kesztyűt. Mi a helyzet, professzor úr? Egy pillanat, kerestek. Péterem vagyok. Viszont elköszönjük, szóval menjünk tovább járőrbe. Most már tudod. Jó, rendben. Minden jót, jó munkát, viszlát. Itt vagyok a focipályán, elkezdtem a feltárásokat, illetve kaptam egy érdekes telefont az egyik sógortól. Majd elmegyek, megnézem, hogy áll vele, rendben. Rendben. Jaj, ez kell a jelentéshez is a fotó. Főnök egy pillanatra majd. Nagy biztos, hogy még egyébként a mai nap kellenek még eszközöket kéne majd a polgármester hivataltól. Feltárások véget. Szóval, amúgy még le voltál maradva, addig itt voltak a cigányok, meg át óriási... Hát én sírtam rajta, ugyebár fölhajtottam a focipályára a Raptorra. Hát teljesen oda vagy vissza volt érte a focista, hogy úristen, hát takarodjak te, mert széttaposom a gyepet, a gyönyörű szép gyepet. A gyönyörű szép gyepet, azt széttaposom. Erre leszáll egy helikopter a középpályán, és mint elkezdi nem hiszi el a focistát, ezt nem hiszi el, mert még valaki jött egy ilyen, hát minek mondjam, ez a banda autó, az eleje meg volt emelve a seggén, meg húzta végig a idézőjelbe, húzta végig a földet, azt agyvérzést kapott szerencsétlen focista. Én sírtam rajta. Elkezdte. Tehát még az lett volna még a poén, hogy egy tanka ide jön az admin, azt még elkezd itt izélni. Racsézni. Én akkor besírtam volna. Milyen komoly vagy le lett zárva tényleg. Én csak azt akartam, rakjanak le ilyen kis izé bójákat vagy valami. Csúcs egyébként. Szóval, ja. Jó, hát ez annyira nem izgalmas RP. Tudom, jó. Tudja Varga Janus, hogy nem olyan izgalmas ez az élet. De én ezt szeretem. Én ezt így szeretem, ahogy van.
Tudja jó Varga Jani is, meg én is, hogy ez nem a legizgalmasabb dolog. És hallottátok? Micsoda? Mintha lövöldöztek volna kint. Én nem hallottam semmit. Riasztót hallottam csak. Akkor lehet, hogy csak. Igen, jó van, akkor dolgozok? Rendben. Szóval, arrogodjatok, hogy most ilyen unalmas RP-vel szolgálok nektek. De sajnos ez vele járója. Feltáráshoz el kell kezdeni valahogy. Istenem. Fent van rádión? Igen. Igen. Carlos? De? Hogy igyek a figyek, professzor úr? Megkezdtem a kutatásukat, éppen azt csinálom éppenséggel. Most kezdje a feltárást? Igen, először is ilyen mágneses izével, tehát ilyen mágneses felkutatással kezdem. Aztán... Mi most elmegyünk, leltározunk egyet, mert megint kifogyott az összes kaja a raktárból. Majd hogyha úgy adja esetleg, akkor oda mennénk, ha nem baj. Csak nyugodtan. Köszönöm, el tudnánk küldeni SMS-be, hogy hol van? Ferenc tudja, hát a taxi társaság alatt van egy ilyen lezárt terület, ott vagyok, ilyen foci pályánál. Igen, akkor már tudom én is. Thank you.
tegnap egyébként elég izgalmas lett az RP. Ugyebár... találtam ilyen drogültetvényt és ilyen labort is. Hirtelen azt hittem, hogy hullócsillag. Háttaláljatok, vagy mi... Na, vasbetonnal. Nem háttal. Szembe álljatok be, és akkor tudunk egyből majd pakolni be. Tényleg alig várom egyébként, hogy utána járok már, kedves nézők. Mikor lesz a Bartendernek a frissítése, amit egyébként én nagyon várok. Ugyanis jön a magyar légierő a Bartenderbe. Szóval, ha az megjelenik, hű, gyerekek. Hát itt aztán lesz számítás. Menjetek be, nézzétek meg, mi a legjobb választék. Akkor olasz ág repülőt fog húzni. Elő van a bejárat, az a hátsó ajtó. Mindenféleképpen. Tettek. Ferenc, te hova az Istenbe mész? Az zárva van. Nem, már látom. Tudom, egyébként ez a világ legunalmasabb RP-je. Megmondom, aki ide ránéz, tudjuk, ez a hülye még mindig ezt csinálja. Megint ránéz, hogy 10 perc múlva még mindig ezt csinálja. Igen. Sajnos az igazság, ilyen RP-t is kell csinálni. Mert most az, ha belegondoltok, az milyen már, hogy csinálok ezt, azt így. Jó, elmegyek, megyek tovább. A való életben is, hogyha belegondoltok, elhúzódik egy ilyen ásatás, kutatás. Szóval, jó. Gyerek szépen 600-at keresek óránként. Hát, mint a taxinál. De nekem igazság... Faszolt az. Majd már autó jön erre. Biztos. Nekem... Nem a pénz... tukál, úgymond. Jó legyen, mert tudjak kizék kaját is venni, meg hasonló. Nekem inkább az RP szám mit. Fasz. Jó napot! Tiszteletem, jó napokat! Milyen régészet monitorom? Hát itt kérem szépen egy indián tábort keresek, 17. századi indián tábort. Azt a kurva segíthetünk? Hát igazság szerint ezt csak én csinálhatom, nekem van rá bírói végzésem. Ja. Kiskoromban én a homokozóban régészkedtem. Találtam ilyen cserepeket, hogyha akarja, megmutathatom. Hát azokat kicsiát. Én is találtam kiskoromban, meg engem a kiskoromban még a pulyka is megkergetette fel az anyja. Tényleg? Ah, engem tudja, mi kergetett meg? Engem ojzi. A tyúk. A tyúk? Aha. Engem a pulyka kergetett meg fel az anyját. A szívem megállt. Leültem a földre, azt képzi, hogy megcsípte izé. A kezemet. Hát én meg szedtem össze a izé. Puszta Miskén voltam a nagyszüleimnél, Isten nyugasztalja őket, a Veszprémtől nem messze egy kis falu. Na és akkor mondta nagyanyám, hogy szedjem össze a tyúkoktól a tojást, meg a pulykával alos a tojást. Hát a tyúkok még oké, és de hát a pulyka ott az egy érdekesebb mutatvány volt. Hát úgy megkergetett, de hiába dováltam tojást, azért utálnom. Össze is fostam magamat, hát akár szégyen, akár nem, tehát nagyon ijesztő volt. Hát jó, hát 6 éves át. Én most is összefosnám magam, uram. Hát az biztos, érti a nagy izé pulykait kerget, érti? Csak egy blululululul, megjön utána. Nagyon ijesztő volt, nagyon ijesztő. Hát na.
megmenekült az lényeg itt van. Így van, hál' Istennek, megmenekültem. Aztán szóval... szóljon, hogyha megtalálta. Szóljon, hogyha megtalálta az alieneket, aztán majd jövünk. Nem az alieneket, mondom, hogy indián tábort keresek valamire. Ja, indián tábort. Indiánokkal vigyázzon, kannibálok. Azok már nincsenek, meghaltak. Lehet itt vannak, meg vannak fagyva a földbe. Nem itt van ennek eltemetve, itt csak a táboruk volt. Eltemetve az okékkel, tehát használt autó alatt vannak az indián temető. Kérem, jó, akkor van, akkor felrobbantjuk azt, felrobbantjuk. Feltúrjuk, ne féljen. Tudom, már feltűnt. Lehet, hogy nem kéne. Bocs, csak közben szituba voltunk. Szerintem most ott vannak az irodában, most ott biztos intéznek valamit, szóval menjél nyugodtan. Ahogy hallottam. Valaki biztos, hogy van, szóval próbáld meg. Úgy legyen. Épp arról meséltem, hogy épp a legunalmasabb RP-t csinálom, egyébként szerintem senkinek sem izgalmas azt nézni, hogy én meg itten radarozgatok, szóval hát bocsánat, hogy most egy jelenleg ezt tudom nyújtani. Igen, tessék, Varga János, történész professzor. Tiszteletem, Király Tamás, Varrakka. Tiszteletem. Érdeklődnék a bejelentése kapcsolatban. Itt volt egy fekete Mercedes kés terepjáró. Kérdezték, hogy mit csinálok. Hát mondom, hogy az indián temetővel kapcsolatban megy itt a feltárás. Azt mondják, hogy merre van. Hát mondom, ez nem itt van az okékár alatt. Azt elkezdik, hogy akkor megyünk oda, azt feldúrjuk. Azt elindultak. Aha. Jó, ide nem érkeztek, mert itt nincs senki. Hát akkor lehetséges, hogy becsaptak engemet. De én kiabáltam utána, hogy nem kéne. Aztán indultak, elkezdve fölrobbantják az egészet, meg feltúrják. Aha. Jó, oké. Hát akkor bocsánat a téves bejelentésért, hogyha téves, tehát nem ment oda semmilyen fekete terepjáró. Hát nem feltétlenül probléma, de akkor maga is jó van, ugye? Nem jöttek vissza magához. Semmi nem történt, hál' Istennek. Jó, rendben. Akkor köszönöm szépen. Igazán jó. Elmentettem a telefonszámot? Nyugodtan, persze. Király Tamás? Király Tamás, így. Jó, rendben. Köszönöm szépen. Tovább szép napot. Visszal. Visszalást. Szóval tényleg ez egy ilyen... olyan RP, amit így ezt is muszáj megcsinálni. Hogyha belegondolunk, ez mekkora lenne, hogy csak így föl-alá sétálgatok, azt így ennyi volt a feltárás, tehát hogy... igen, tényleg kellenek hozzá pillanatok, az ilyen pillanatok. Majd tervezek hozzá majd még további RP-ket is.
Szóval ezzel az ásatáson kapcsolatban nem akarom egyből lezárni az egész ügyet. Ez egy kicsit hosszabbá akarom tenni, mert mint mondottam, újdonság. Ugyebár volt az előző ügyem, a Yetis ügy. Az gyorsan le lett zongorázva. Az egy tök jó, érdeklődök, info... De itt nem tudok kit megérdeklődni, ha belegondoltok. Itt nem tudok kit megkérdezni, hogy figyelj már, tehát hogy nem találkoztál indiánokkal. Tehát itt nem. Itt tényleg úgymond régészkedni kell, ha belegondoltok. És tényleg utána kell nézni, utána kell nyomozni, meg kell nézni a régi forrásokat, tehát... Sajnos tényleg egy hosszabb, unalmas RP-s dolgok lesznek benne, vagy vannak benne, de nem tudom ki az, aki játszott a Tomb Raiderrel esetleg. Ott sem mindig az akcióról szólt az egész. Hanem volt a logikai részek. Én nagyon szerettem a Tomb Raider-t, vagy szeretem a Tomb Raider-t, mert ott is ugyebár, hogy vannak az, hogy, tehát, hogy nem az akció, hogy meg kell menni a városba, vagy valami, hogy megölni a rossz fiúkat, hanem találni logikai dolgokat, ki kell nyomozni, hogy mi merre van. Mint egy igazi régész. Most amúgy hétvégén, szombaton? Vagy pénteken? Pénteken volt például az Indiana Jones-szal valamelyik tévén adom, most nem tudom, hogy melyik tévén adom. Olyan jót rotyogtam rajta. Hatalmas volt. Hogy ugyebár a... Most nem is a... Szent Grált kereste az Indiana Jones. Ugyebár. És... Hát Németországba járt, égették a könyveket, visszaszerezte a naplóját valahogy, és addig-addig bóklászott a tömegbe, hogy összefutott véletlenül Hitlerre. Az nem vágta, hogy az ugye már Indiana Jones izébe volt, ilyen német tiszti ruhába. Nem vágta, hogy mi a szituáció, tehát ilyen nagy zavar volt. Azt Hitler is zavarodottságában aláírta Indiana Jonesnak a naplóját. Hát az érdekes volt. Jó pofó volt. De tényleg az ilyen rejtélyek, tehát nem tudom ki az, aki régebben nézte az elveszett erekig posztogatóit. Hú, én nagyon szerettem egyébként, főleg azt a csajt, olyan csöcs volt neki. Ott autó? Van, tehát ott autó. És ott autók vannak. Csak hogy azok ott mit akarnak? Ott tényleg autók vannak, baszki. Megyünk vissza az irodába, bepakolunk, és akkor ha gondoljátok, elnézhetünk egy régészeti feltárásra. Tiszteletem, kis csókolom, Varga János történész professzor, miben segíthetek, doktornő? Hívott egy két órával ezelőtt. Igen, hát én nem szoktam elítélni az ilyen embert, tényleg Isten ment, csak azért ott majdnem kifutott egy rögtön. Persze, egy pillanat. Én nekem egyszer kifutott, hát most így hirtelen nem rémlik, de valószínűleg nem. Olyan dolog miatt, ami miatt kerestem végül a kollégáját, és el is értem. Szóval megoldódott. Ja jó, akkor megoldódott a gond. Rendben. Igen. Rendben, akkor. Jó, rendben, köszönöm, hogy visszahívom. Igazán nincs mit, én is köszönöm. További szép estét, szép napot. Viszont önnek is.
Igen. Gyorsan elmegyek tankolni, menjetek nyugodtan az irodába. Ne akartam fényképeket. Jött egy riasztásunk. Ja, értem, értem. Akkor majd, akkor kitartás, további szép napot. Köszönjük vissza. Vissza. Na, hol is tartottam? Ott tartottam, hogy tovább keresünk, kutatunk. Közben üdvözlöm az új nézőket, akik most jöttek. Hát most olyan izgalmas RP-vel szolgálok számotokra, mert keresek, kutatok ugyebár. És az ilyen feltárásos részek. Most eltűnt a két autó, hogy megjelent a rendőrautó. Fura. Főnök úr, bepakoljuk addig? Ez az RP, ez egy kicsit lassabb. Tehát, hogy mondjam, unalmasabb. Ne haragudjatok érte. Az a baj, nem a... Tudom, hogy mondjam... Ezt is meg kell csinálni. Tehát... És viszont lesznek fejlesztve ez az ásatás. Lesz fejlesztve. Lesz további izgalmasabb részek benne. Én ezt úgy tervezem, illetve ezt a nyomozást is nem akarom csak így egy hét alatt vagy két hét alatt lezavarni. Azért akarok neki időt adni. Ugyebár van nekünk közben egy gyilkosságunk is. És én, vannak tervek egyébként, hogy hogy akarom ezt az egész RP-t lezárni. Szóval... úgymond ezt a indián temetős RP-t már kitaláltam egyébként, hogy hogy akarom lezárni. Elég nagy fordulatokat akarok belerakni. És nem akarom elárulni, hogy mik azok, mert akkor nem nézitek meg. Szeretném furcsát, amelyiként itt volt két autó. Adni, illetve még az eszköz igényt is, hogy szeretnék, van rá lehetőség sátrat, ugyebár asztalt oda, ahova le lehet rakni edényeket, vagy valami edények, vagy bármi az asztalra. Én azt terveztem egyébként, hogy meg akarom, tehát lett volna egy kis feltárás, utána én felderítettem volna. John? Igen? Igen. A másik, az új John. Ja. A János, nem John. Jó, csak annyian mondják majd Indiana Jones, hogy már hihetetlen. Igen, igen. Jó, akkor nem tudom, hívhatom Haydennek. Szó. Hova lettek egyébként? Vagyunk elő. Kint álltok? Most már bent vagyunk, hátul bejöttünk a garázsba.
Jó. Csak olyan fura volt, hogy nincs itt senki. Bálint, jött valaki? Igen, itt van bent az épületben, ide tudna jönni? Én menjek oda. Tiszteletem, jó napot, polgármester úr! Keresem. Igen, elfelejtettem múltkor, hogy ilyen eszközigényt, hogy igényelhetek-e esetleg. Eszközigény? Mit szeretnék igényelni? Egy-két sátrat, meg ilyen kordonokat, amik... tehát ilyen fix kordonokat, mert ezeket össze fogják gyűjteni a nap végén a rendőrök, amik itt vannak a focipályán. Hát utána nézek. Jó, rendben. Hát arra gondolt, hogy ilyen fix kordonok lennének, amit tehát, hogy le van zárva, illetve egy ilyen nyitott sátor, hogyha lehetséges, egy asztal, amire rá... Hozzá is kezdett a feltárásod? Hát egyelőre még csak ilyen mágneses felmérést végzek, hogy esetleg találok-e fém dolgokat, tehát lehet, hogy picit mélyebben vannak itt a dolgok. Eddig csak 50 eurót szedtem össze apróba. Na, hát végül is. Legalább valami. Hát az is jobb, mint a semmilyen. Igen. Itt vagyok kint, jó. Aztán elkezdtem. Utána nézlek, hogy tudunk-e valami ilyesmit intézni. Jó, rendben. Nagyon szépen köszönöm segítségét. Tovább szépen, és elnézést a zavarásért. Semmi gond, viszal. Viszal. János, csak az egyik kolléga megy oda, jött egy úr, aki szeretne jelentkezni hozzánk. Rendben, nyugtáztam. Majd én is oda megyek azért később. Pénteken, meg mit szólnátok hozzá, ha lenne egy kis bartender. Tudom, vasárnap sígértünk bartender, de most konkrétan bartenderre gondoltam. Ide is lehet nyugodtan csatlakozni hozzánk. Hát illetve ott van még a Sons of the Forest is, oda is nyugodtan lehet csatlakozni. Aki szeretne hozzánk csatlakozni és megvan a játék, gyertek nyugodtan. Egy bizonyos főnél, tehát egy X főnél újra kezdjük Florian a játékot, és együtt vágunk bele a kalandba. Egy biztos, hogy a alapanyagokat, mindent, tehát előről kell kezdeni gyűjteni, keresni, de egy biztos, hogy tengerpartra építünk. Az nem fagy be, és a vizet nem szeretik az őslapok sem.
Na, még nem jön senki, addig gyors, iszok egyet. Mindjárt vagyok, srácok. Vissza is tértem. Hát akkor folytassuk tovább. Azt kell megnézni. Kakilás. Ja tényleg, tényleg lehet kakilás is. Selfie bot, selfie, selfie dashboard, cuki selfie, tényleg is selfie. Tiszteletem! Tisztelet! Tart még az ásatás? Na persze, persze, hát most én. Jó, akkor megyek. Azért kérdezem, hogy akkor még akkor hirdetek ki. Jó, jó, rendben, rendben. Jó, köszönöm rendben, szépen, rendben. Illetve megtaláltam a kocsiba a képeket, hogyha érdekli. Jó, 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 csak most bolondok háza van megint, mert kim vagyok ragadva itt az erdő közepén, a rákba. Most jött ide egy vörös sportautó. Tudom, mit akar. Hallom, hallom. Jó, leteszem, mert közben egy baj van. Jó, vissza, akkor hírjatok. Remben, köszönöm, vissza. Köszönöm, vissza.
tiszteletem, jó napot, polgármester úr. De jó akkor megy a, van. Megy a munka. Megy. Éppenséggel most egy követ kapartam ki. Azt hittem, hogy valamit találtam, de az egy kő volt. Jó van, utána nézek ennek a... Milyen sátorkán, ilyen katonai vagy valami és... Hát valami nyitott sátor, esetleg egy asztalban, hogy tudja, rá tudjam rakni esetleg, hogyha találok ilyen tányért vagy bármit. Arra gondoltam. Hát jó, meg ugyebár, hogy most ugye a rendőrség lerakta a korton, de ugyebár azt ezt a munkaidő előtt ezt be fogják gyűjteni, mert elszámolás köteles nekik ez a korton, és én hát fix kordonokra gondoltam. Meglátom, mit tettek. Rendben, nagyon szépen köszönöm. Igazán nincs mit. Aztán tovább jó munkát, ha bármire szüksége van, hívjam. Jó, rendben, nagyon szépen köszönöm. Hát eddig mondom, 50 eurót összeszedtem, itt ez aprót. Összeszedegettem. Aztán... Nem túl jó órabér. Hát ja, eddig megvan az órabér. Hát feltisztítom a talajt is, ha belegondolunk. Nem kerülnek be ide a szennyező anyagok, meg minden. Meg hát megmentem az inflációt, ha úgy nézzük. Összeszedem a pénzt. Igen. Remélem fel kell majd itt tudni mindent, mert... Jó napokat! Szép! Tiszteletem, kollega! Na, hogy mint? Hát, elkezdtem a feltárásokat. Itt volt egy focista, hát az teljesen ki volt akadva. Jó, hát egy mondjuk focista. Én is... Sose láttam még focistát ebben a városban. Hát, azt hiszem, hogy seres volt, vagy mi. Autóval idejött, ezt elkezdve le lehet hajtani itt a foci pályájáról. Aztán, hát ezt megtetőzve jött valami csávó helikopterre, itt leszállt a középpályán. Ezt elkezdve jön még valaki, tehát tiszta ideg volt ez a focista. Azt jött valami panda autót, le volt ültetve a senki, a picsája meg a oldat nézte. Azt megérkezett az is. Hát ez egyszerűen kabaré volt, tehát az a focista tiszta idegbeteg volt. Már csak ide egy páncerhúz. Én úgy tudom. Bocsánat, úgy tudom, hogy nincsen foci csapatunk, szóval... Hát, ja, hát ez nem tudom, onnan jött ez a focista, elvileg rendőr, ahogy hallottam, félfüllel. Na, lehet a rendőrségnek van csapata, csak nem tudok róla. Lehetséges egyébként. Lehetséges. Szóval... Hát nem tudott össze-vissza futkározott, meg bemenekített, tehát nem tudott itt labdába rúgni. Na, majd kimegy a szendi sivatagba. Ennyi, ott lehet rúgdosni, kaktuszok között. Hát persze. Most a foci az egy labda. Kijelölt kapu. És egyébként mit keresnek itt? Lányt, hogy mit tárnak fel éppen? Hát itt valami... egy indián temető, vagy nem temető, bocsánat, indián tábor volt. Az igen. 17. században, és azt tárom föl. Mondjuk egyébként egy múzeum, nem tudom, van-e itt. Egy múzeumot lehetne nyitni, lehet még akár a polgármester hivatalba is kiállítani ezeket a régi tárgyakat. Mit szólna hozzá? Hát akár, nem tudom, mondjuk melyik. Mondjuk van egy csomó irodánk valahol. Jó mutatna egyébként, ha lennének ilyenek, és akkor... Mert az a baj, itt az embereket hiába kérdezem, hogy találkoztak-e indiánnal, hát hülyének nézek így, és... Hát de még, hogy ezt feltenném ezt a kérdést, akkor meg lehetséges, hogy ledobnák az ég szíjat. Lehet. Hát a polgármester úr is egyébként néz, csodálkozva nézett rám, de hát... Hát nem hallottam még indiánokról itt a városban. Hát igen, egyébként, hát eléggé mélyre... Július óta. Elég mélyre kellett nyúlni ott a levéltárba. Jut eszembe hát, tényleg levéltár, igen. Lehet, hogy holnap vagy holnap után lehet, hogy még szeretnék egy betekintést nyerni. Jó, hát minden, ami kell, biztosítjuk ezen számára. Jó, rendben, nagyon szépen köszönöm. Ezeket a dolgokat meg próbálom intézni. Sátrat akkor, meg kordont. Így van. Hát meg asztalt ugye bár, vagy egy padot, vagy valamit, hogy le is bármilyen kellék, nem tudom, mit tudnánk beszerezni. Ecsetek, vagy ásó. Ásó is jó, mondjuk, meg egy... Ecsetek azok vannak itt a kocsiba, ott is van ásó, de hát esetleg, hogy a kollégák akarnak segítkezni. Hát az egy ásó ott a kocsin, az kevés. Jó, meglátjuk, mit tehetek. Jó, rendben. Ásnám a katonaságnál valaki, nem tudom, majd...
Jó, rendben, lehet, hogy valamit, van. Valamit intézünk. 65 mintájú sátrok, lehet egy van. 65, ez nagyon régi van. Hát igen, igen. Tehát a olyan romvédségnek a jó tudom, az van még rendszeresítve a 65 mintájú sátor. Azok ilyen, mondom, ilyen zöld. Az hát az ilyen, zöld minden, sátor, ilyen, minden igen, táborban ilyen zöld sátra. Igen, 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 ez a zöld katonai sátor. Majdnem ilyen szocialista feelingje van neki. Remélem ennél modernebb is van, de jó, próbálunk talán. Hát nem tudom, hogy van-e nekik rendszeresítve az a felfújható olasz sátor. Ha van az a bűnügyi helyszín sátor, tudják, az a sima néha, mint egy születésnapi sátor. Le lehet tenni a töveibe festőlámpát, azt azzal lehet világítani. Tényleg. Azt tudják, melyik sátorra gondolok? Az nem? A sörsátor, nem? Ja, ja, az a fehér sörsátor. Van hát, négy kis izé, az a lényeg, hogy legyen itt ilyen sátor, de most, hogy az milyen lesz. Elered az eső. Így van, hogyha esik az eső, vagy bármi. Most éppensége nem esik, de ha este, akkor oda be lehessen menni. Ki tudja, milyen állarcot talál itt a kolléga, vagy a kollégák. Aztán megázik az esélybe, volt nincs. Hát elporrad. Utána járok. Rámmel, megérem köszönöm most azonnal, de megpróbálom. Jó, rámmel. Köszönöm szépen, polgármester úr. Maga a polgármester úr? Így van. Üdvözlöm, doktor én. Üdvözlöm. Carlos Puerta, jó napot. Jézusom. Ön is a nyomozó irodánál dolgozik? Igen, igen. Említette itt a professzor úr, vagy kolléga. Vagy akár professzor ön is? Na hát, na, tehát kollégák vagyunk a nyomozóvárosi nyomozóirodánál. Azt hiszem, ma vették fel, vagy tegnap? Tegnap, de majd mesélek valamit, mert majdnem... Na jó, mindjárt mesélem. Jó, rendben, rendben. Jó, bár további szép napot aztán. Köszönjük szépen tovább, szép napot. Jó munkát, viszlát. El is állt az eső. Viszlát, viszlát. Esik az eső. Nem. Nem. Én meg ide jövök izéből. Halucinálok, el is dobom itt. Hát, jó van, csak be ne jelzen a fémdetektorom. Nem, kidobtam oda a járdáig. Ilyen, látom, a látom, akkor átpuffant, hogy csak na. Ja. Ja. Volt egy olyan helyzet. Történetesen én... Engem odahívtak a sárgák magukhoz egy koordináció pontra, aztán... Munkát ajánlottak, azt körbevettek meg minden, fegyveresek voltak. Jaj, tegnap. Tegnap engem megkértek, hogy furikázzam őket. Hát mármint az egyik, akivel jól jöttem, jóba lettem hirtelen, de csak egyel. Ezt megkért, hogy furikázzam őt és egy haverját. Az kiderült a végén, hogy autót lopni voltak. Micsoda mondom. Nem fűztem hozzá semmit. Inkább kussoltam, azt elfelejtettem. Na mindegy, és... Ma írtak, hogy akkor jó srácnak tűnök, furikáztam őket, tudok vezetni, kéne nekik egy sofőr. Balhékoz, meg ilyenek. Azt mondom, már átgondolom. Azt majd odahívtak magukhoz, oda mentem, mert amúgy én munkát akartam, mert ők alapból úgy találkoztam azzal az egy sráccal, hogy munkást keresett, hogy alapanyagbeszerzőre ad kocsit, meg minden, fizetni a benyát, a munka alatt a kaját, piát megveszi. Hát mondom, hülye lennék-e visszautasítani, még mikor nem voltam nyomozó, ugye. Aztán én ma oda mentem, hogy gondoltam egyet, azt mert hívtak, azt gondoltam, hogy nem olyan munkát akarnak adni, hogy legyek én is sárga, hanem olyan munkát akarnak adni, amit megbeszéltem az egyik tagunkkal. Azt ad odaimnak, hogy nem akarok sárga ruhát, én nem mondom, hogy figyelj el, fő, húha. Nem tudtam neki mondani értelemit, semmit. Ezek tudod, a sárga, ezek az a válkozások lesznek. Ja. Erről van már egy kisebb nyomozati anyag egyébként, hogy volt egy srác, ez mondta, Kerencs, hogy... Ha nem rakod ezt a telefon, tudjuk, hogy hol termesztik a füvet. Te most egy ügyet intézett, de figyelj, mert folytatom azt a sztorit. Szóval ott körbevettek fegyverekkel, meg mindent nem fenyegettek, de tudom, mi lett volna. Miért zavart téged, ha érítik itt telefonon? Túl sokat tud, volt velünk kocsit lopni, és akkor bú, nem akarok meghalni. Az volt a baj, hogy nem szóltam erről senkinek. Aha. És... Ugye, én ott akkor hirtelen igent kellett, hogy mondjak, ha nem, akkor megölnek. És... Igent mondtam, de nem szóltam senkinek. Ajaj. És megtudta a városi, hogy én állítólag beépültem hozzájuk, és hogy én nyomozok. Nem, megtudtam volna magyarázni, de nem,
nem értettem, mi a baja, és az jogos volt, amiért fölháborodott. Hát persze. Hogy nem szóltam, és tényleg megmondtam, hogy soha többet nem fordul elő, meg ilyenek. Hát most na. De... Hú, bakker, mondtam, én tudom, hogy elcsesztem, én meg is értettem, hogy elcsesztett le. Egyébként ezt jelentésbe bele kell írni. Kérni kell majd hozzáférést a jelentés mappához a főnöktől. És ja. Akkor... És na akkor... mindegy, de figyelj csak! Igen? A lényeg az, hogy engem ezek bevettek. Megbíznak bennem, csapattagként tekintenek ha. Rám, és fölírták a nevemet a falra, hogy Babesz. Érted? Ez a legszarabb az egészben, hogy én most velük állítólag csapattag vagyok, a sárgáknál. Mi a fele? Megkérdeztem Bálintot, hogy milyen tökömet csinálják, azt mondta, hogy tűnjek el, mármint előlük. Tűnjek el előlük, mint hogyha a házamból ki se jönnék. Szóval most el fogok tűnni, az irodán kívül, meg a kocsin kívül máshol nem is fogsz megtalálni. Jó, mert rendben. Ilyen munka közben. Jó, rendben, persze, hát csináld nyugodtan. Aztán ugye kérdezik, hogy láttalak-e, én nem láttam senkit sehol. Hát meg, ja. Annyi, hogyha... Nyilván főnök kérdezik, akkor nyugodtan, de... Elhatároztam, hogy... Mert, hogy nem fogok egyedül menni sehova. Ebből is mekkora bali lett most. Hallod? A jelvényemet le kellett adjam ideiglenesen is a gyakornok alá valahogy leraktak. Ilyen próbaidős gyakornok alá. Vagy én nem tudom, azt mondták, hogy nem akarnak kirúgni, mert kapok egy második esélyt, de már majdnem kirúgtak be, visszakönyörögtem, hogy most ezért tényleg ne csinálják már. Kell ez a munka, szükségem van rá, szeretem. Aztán meggyőztem a városit, azt mondta, hogy ad egy második esélyt, pedig nem szokott, de a jelvényemet akkor kapom vissza, hogyha ő azt mondja. Hú, mondom, jó, én nyilván nem így mondtam, kétségbe esettem, de kétségbe voltam esve, most is kétségbe vagyok. Aha. Én nekem a kocsimban ott van begyömöszölve az ülés alá a sárga a menz, tehát hogy bakker. Tehát óvatosan kell csinálni az ilyeneket. Én átgondoltam, megfogadtam a városi, meg a Bálint úr tanácsait is. Azt arra jutottam, hogy tényleg meghúzom magam, eltűnök, amíg le nem kaparják a nevemet a falról. Persze. Amíg el nem felejtik, hogy én egyáltalán létezek. Persze, hát ezt muszáj így csinálni, mert ez kellemetlen. Főleg, hogyha egy olyan ügy van, amiben, hát na. Ami már el van kezdve, ért. Hát igen egyébként. De egyébként megtudtam, rövides idő alatt, hogy el akartak kapni minket. Igen, mert a Hyundai-jal a városi, meg a ez a másik újonc, meg a Bálint követtek, meg gondolom észrevették, hogy olyan, mintha én lennék a sárga ruhába, és fura volt nekik, meg amúgy is megfigyelték őket, aztat figyeltek minket, azt föltűnt a sárgáknak, hogy izé. Ja. Hát ezeknek a sárgáknak mindenki az ellenségük. Nem, bár a jobban belegondolok. Összelehetne. Lehet, hogy még ezek az ellenségek tudnának mesélni is róla. Amúgy igen. Sárgákról. Az igazság, hogy én értem, hogy újonc vagyok, meg blablabla, bla, bla, de ezt kihozhatnánk jobban is. Csak az a baj, hogy most a városi jelenleg úgy emlékszik rám, mint az egy órája meg... Tehát itt mint egy órája ismert, amikor lecseszedett, hogy lényegében egy órája ismert, és már ki akart rúgni lényegében. Hát és az igazság, az hogy, egészben, hogy itt most... kezdőként, hogyha valaki kezd valaki munkahelyné, az a baj itt a munkahelyeknél, hogyha valaki elbassz valamit, az százszor visszaemlékszik, mint hogy... Hát igen, megbélyegzi. Tehát például, hogyha össze van törve egy autó egy munkahelyén, azt inkább hamarabb visszaemlékeznek rá, mint az, hogy behozott, vagy bevételt hozott mondjuk 100 milliárdot. Meg felújította mondjuk a munkahelyét. Arra nem emlékeznek, de arra emlékeznek, hogy összetörte a céges autót. Yeah. Hát ez is ez egyébként. Yeah. Csak azt nem tudom, mivel tehetném jóvá ezt most, hogy
Elcsesztem, hogy nem szóltam nekik. Hát ez jó kérdés. Várjál közben, folytatom itt a melóta, nem baj, aztán meséljen csak. Figyelhetem közben? Persze. Hogy világítsak, mert sötét van, én úgy látom, nem? Hát ez a mészer, ez úgy sem kell. Nagy fény, meg hát most ezek egyelőre világítanak, ezek a lámpák. Na jöjjön csak. Ezt meséljen csak. Hát igazából ez volt, hogy nem kényszerítettek, de tudtam, hogyha nemet mondok, lelőnek. Szóval muszáj volt belemennem, egyből fölírták a nememet a falra, azt mondták, hogy valami milyen bro vagyok. Milyen szóval... bro? Ja, valami milyen bro, az spanyol, fingom nincs, szerintem, ja, tag. Ja, értem. És akkor azt mondták, hogy gyakoroljon be, hogy mondjam, hogy mi amo, mi embro, señores. Az azt jelenti, hogy én milyen tag vagyok, uraim. Valami. Ez igen. Ezük csak. Aha. Én maga mögött megyek, és követ. Rendben. Szóval, azt mondták a főnök urak, hogy húzza meg magam, mármint az irodán belül is, ezek után, mert nem akar, Bálint se akarja, hogy kirúgjanak. Ő védett meg, állítása szerint, hogy ne rúgjanak ki. Ja. De hát ugye nyilván a főnök nem rúgott ki, szóval mindkettőjüknek hálás leszek. Meg nem vagyok. Ennyi, ez a lényeg egyébként, meg kell becsülni ezt a jó munkáját. Én is legugolok át, ha hallom, amit maga. Nem, csak hogy... Ha talál valamit ez a szutyok egyébként, azt általában ilyen fél centest, meg egy eurost. Eddig 50 eurót körülbelül összeszedtem itt a foci pályán. Ja, meg az ilyen fűbe taposott bírós sípok, meg az ilyen... Az apó van már három is. Szóval meghúzom magam a sárgákkal, addig nem kommunikálok, amíg azt nem hiszik, hogy meghaltam, vagy nem tudom. Tényleg amúgy. Igen. Nem lehetne elintézni, hogy... Hogy lehetne elintézni, hogy azt higgyék, hogy meghaltam. Az lenne a legegyszerűbb, ha tényleg azt hinnék, hogy meghaltam. De az hogy hihetnék azt? Nem tudom, meg kell kérdezni a főnököt egy ilyen álgyilkosságot. Csinálni. Mondjuk a fejem mellé lőni egyet, a lőtéren, hogy hallod? Te szálltál rá a nőrem? Nem! Bum! És csak a falba lőni egyet. Azt azok a hülyék meg kintről nézik, azt mondjuk beveszek a számba egy ilyen tasakot, azt kiharapom, azt kifröccsön a vér, tudod? Hát nem tudja, hogy korász tud adni ilyen művért. Ja, vagy valami. Hát nem tudom, lehet tényleg az, csak egyszerűen eltűnök előlük. Aztán elfelejtenek, levakarják a falról a nevemet. Ezt volt sárgák, nincs sárgák. Lehet, hogy holnapra meggondolja magát a főnök, hideg fejjel úgy gondolja, hogy amúgy jó lehetek, érted? Csak az a baj, ennek annyira nincs esélye, mert most tényleg úgy emlékszik rám, hogy aki elcseszte bakker. Inkább nem küldöd, hogy lelövessem magam. Hát persze egyébként. Pedig nyilván nem tenném, de... Mi is a rádiónk egyébként? 612-es. Sziasztok, visszatértem. Üdv. Miért eddig, hol voltál? Elszenderegtem a ajtóba. Aztán most értem ide a... kollégához egy 10 perce. Az ajtóban? Igen, az ajtóban. Furcsa volt, igen, tudom. Értem. Esetleg, hogyha gondolja, hívhatok magához mentőt. Én minden rendben van az ásatáson? Na persze, minden rendben egyelőre. Itt van a másik kolléga. Mindjárt lassan befejezem, aztán elvonulok mára. Találkoztam a polgármesterrel, azt láttam az anyag idényt.
szép munka, professzor úr. De jó van, professzor úr, akkor én szerintem visszamegyek. Csak nyugodtan. Aztán... Itt van még egy eurós. Ezt fel is szedem. Gazdag lesz. Az biztos. Szóval, akkor becsipogott ott a gatyánál. Aha, aha. Nem. Visít rendesen a gép. Ez csak a gomb, ez csak a gomb. Elpattan a gomb, az kiválja a szememet. Ja, óvatosan. Na jó, van örülök, hogy megbeszélhettem magával ezt. Aztán, ja. Jó, rám be, vigyázzon magára, aztán majd beszélünk még. Legyen így, legyen így. Na jó, van akkor további szép napot. További szép napot, viszlát. Viszlát, viszlát. Jó, basszus. Ennyi volt mára. Én abadom meg. Meg kell írni még a jelentést is. De. Szépen visszaförök. Farka vagyok, befejeztem már a feltárást, holnap folytatom, de valaki ott van a nyomozó irodánál, meg keresik a nyomozókat. Oda megyek. Itt vagyok, megkérdezem, mit szeretne. Csak meg kell kérdezni. Ferenc, itt hagytad a telefonod. Megyek vissza. De miért? Mi történt? Most hova rohantatok? Hát ez az úrnak a kocsia, akit felvételiztettünk, professzor. Most kirohantatok, mert kinn áll az épület előtt egy autó? Csoda? Olyan kirohantatok, mert az épület előtt van egy autó? Igen, a professzor úr azt mondta, vár itt valaki. Igen, hogyha egy autó van itt, akkor valószínűleg az lehet az, aki bent ül itt előttem, ugye? Nem tudtam, miről beszél, azt hittem ezen kívül. Lehet, hogy hónap lehet, megpróbálom egy kis izgalmat is beleépíteni, nem ígérem. Aztán majd megtudjuk. Legyetek jó. Jó pihenés nektek is. Farga vagyok, leadom a szolgálatot. Jó pihenés, sziasztok! Jó pihenés magának is.
Szóval, ja, mennyi volt mára? Tényleg, hogy szentvéredében. Lerakom magam. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Aztán folytatjuk holnap. Kösz még egyszer, legyetek jók. Hello, hello. Sziasztok, szervusztok, héj.